Na, pörgessük fel akkor a szeróra, átszett gémelni valami kedves moderátorom a játékot. Köszönöm szépen, Krászt, Attila és harmadik óra, köszönöm szépen az álmodás, már áll a borapja, aztán egészség úszor a fak. Ez se voltan, és köszi szépen, gratulációm is Farkashoz. Nem veszik fel HTML, na mondjuk ez nagy baj. Az mondjuk nagy baj. Húha. Oda néz, HTML dolgozik. HTML dolgozik konkrétan a cseten. Hogy lett GTA, most komolyan GTA 4-re set game-et valaki? Hogyan? GTA 4-re? Hát ember a chat nem is élt, mikor kijött a GTA 4. Nem is éltetek még, nem chat? Mikor volt ez 2010-ben? Akkor született a nagy részőtök, nem? Nagy részetek? Hát ez biztosan egy szó, hogy nagy részőtök. Nagy részetek. Asszem, ja. Levedjük a Snapchatet amúgy, csak nem spammelik abba, hogy megint vadállatul, nem? Megnézzük. Rengeteget káromkodik SH. Na, chat, figyeljetek, mostantól aki Watch Time-ot ír, speciális akció van, aki Watch Time-ot ír, az most egy hét TO-t kaphat. Jó, figyeljetek. Mostantól indul, aki beírja egy hét TO, nem ír a chatre, nem fogunk bant kapni, se un timeout-ot, se semmit. Szóval úgy írjátok be, kösz. Egy kövi, nem tudom, 15 percbe ezt még alkalmazzuk, hogy ott elég a kövi 5 percbe is. Micsoda akció? Ugye elég fullos, szerintem is. Ami lehet adminkodni kéne egy kicsit, nem? Esa a streamer, nem, vagy milyen nap van ma? Nem tudom a menetrendjét Esának. Nem streamelem. Akkor lehet adminkodni. Akkor van lehetőségünk. Suri be kemény. Persze, muszáj, az a baj. Meg hát mondom én, hogy 15 évig karatéztam, szóval, de 25 évig karatéztam, csak szóval, igazából nem álltok kész arra, hogy bármikor lerúghatok bárkit igazából gyakorlatilag, itt a chaten normálatlankodik. Meg 2 milliót fel akarok rakni kaszinóra, mert túl sok pénzünk van. Úgyhogy 2 millió megy kaszinóra. Kezdjük inkább azzal! Menjen a kis kaszizás! Ajajaj. Az a baj, előre érzem, van nincs szerencsés napom eddig. De meg kell pörgetni akkor. 2 milliót egybe? Ezt mi van, ha beadja? Osztogatunk mindenkinek pénzt a városba? Csapattal kellene? De mondom, szólag is nekik rádión, na várjatok. Ezek nincsenek nálam, miért valaki itt megkérdőjelezni, jó? Ezek nincsenek nálam. Persze addolós admin. Köcsög addolós admin, mert megint! A fasz, ki van vele? Tisztelt, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jöttök felrakni 2 milliót kaszira? Nem. Most jelenleg készaléti állapot van. Mi? Miért? A serifek háborút hirdettek és befoglalták Sandyt. Mi, tényleg? Aha. Ugye te Fallent? Mármint igen, Sandy. Fallen Shores persze, igen. De várjál, jövök, akkor visszaírtam a háborút, fel is hívva azt a köcsögöt. Úristen, mennyi nem fogadott hívás. Csá! Jó napot! Tiszteltem az úrnak, most egy dolga van az úriembernek. Megfogja az összes büdös serifét, és kiviszi őket Fallen Shoresból, vagy különben Rayvallon fog leköszönteni Paletto Bay-re és Grape Seed-re. Várjál, hogy gondolkodjak? Nem. Elkapjuk, mint a sas! Az én vagyok a sas, maga bunkó. Hát magát kapik el, mint a sas, és kitűzik egy trófeaként a falra. Én vagyok a sas, ez a serifség, a miénk a szaros állavát megtarthatja, de a serifség, a miénk innenet tapottat, nem mozdulunk. Sandy serifség? Sandy. Nem, uram, azt már átvettük. Hát pedig mi meg visszavettük. Igen? Egy tapottat, nem mozdulunk, azt most mondtam. Akkor jó van, megyek is oda, aztán majd megnézzük, hogy mozdulnak-e. Hát akkor jöjjön csak, aztán majd meglássuk. Viszal? Van egy ötletem, mindjárt hazamegyek. Aztán elmondom. A telefononzik, atya. Töltsetek be autók, légy szí! Ja. Nem töltenek be a kocsik set! Jó, akkor menjünk ezzel, mert nem nincs kedve végigvenni az összeset. Gyors, kinyomjuk ezeket. Ma ez lesz az első gyülekezőnk, vágjátok a klubházba, aminél a székekre fogunk ülni. Ez nagyon fura lesz amúgy. K!
Köcsög rendőrök! Ah! Bazd meg! Mi a fasz? Haló? Visszatértem napod-napod. Akkor ezzel így szétdarálják a népességet. Igen, azt csinálják. Hallottad, hogy mi történt egyébként? Persze, most van egy nagyon zseniális ötletem, vágod? Amíg itt izé ülnek a Sandy Sheriff-ségükön, azt izé próbálják visszafoglalgatni, vágod, átmenjünk, ezt befoglaljuk izé Grape Seed-et, meg Palettót. Mehet. Fullas, menjünk. Fallen Shores terjeszkedik. Pörögjön, pörögjön. Fallen B és Fallen Seed is jön. Mindjárt kim vagyok izéve, stepbe, azt akkor tárgyalunk. Amúgy vágod, bárhol vagyok, eddig lövöldöznek a városba, hogy van ez? Ja, hát most pár sheriff meghalt egyébként. Miért? Ti lőttétek le őket? Ja. Szép munka, bassza meg! Miért? Én voltam. Köcsög magozós! Hát igazából ugye oda mentünk a sheriffségre, ott voltak vagy 30-an. Mondták, hogy övék a sheriffség, és soha nem lesz a miénk, meg faszom tudja. Durrantottuk a kereküket, akkor meglőtték Shaftot, és onnantól hullott egy pár, meg pár rendőr is. Aztán beszéltem Walker, és azt mondta, hogy mostantól háborúban állunk, és a jogszabályok semmit sem érnek a háborúban. Hát én azt mondom, akkor legyen háború. Háború nélkül nincs béke. Ez így van. Minden golyó betalál. Ja, meg a rendőrök úgy gondolták, hogy bejönnek steppbe, de hát... Na, törd el a nyakát, vágd le a fejét! Már megbenták, úgyhogy nem jönnek már vissza. Az a jó. Azért na, jó napod, azért nehogy megy a nyúl vigye a puskát. Hallod, hogy te ismert valami Pistikét? Pistike, hogy ne? Adtam neki egy motelt. Pász, meg miért? Azt mondta, hogy... Mit is mondott rá? Leköködösött minket? Igen? Meg a motoros klubot hittem. Van Pistike? Klub. Igen, igen. Megvan a telefonszáma annak az ifjúnak? Már meghalt. Ja, ó. Pászik, akkor hiába adtam neki egy motelt. Hát igen, az lehet felesleges volt, nem mindig. Nem is volt hasonló amúgy. Egyik kis ex-sheriff mondta, hogy faszopó motorosok, meg ilyenek, és fejbe lőttem. Törd el anyakát, ez a veszéd! Elraboltak és lábon lőttek. Szina! Köszönöm szépen a TDS 11. hónapon egy megoldáson sűríteni a költséghatékony irányítási filozófiát. Sűríteni a költséghatékony irányítási filozófiát. Tisztelet, jó napot! Törd el anyakát, bazd meg! Vágd le a fejét! Ma mindenkinek el kell törni a nyakát. Ez így van. Bemegyünk, beülünk, mert még sose ültem abba a székbe. Mindenki megtaláltam a helyét? Nem. Nem. Hallod, Mondó? Igen. Már member vagy. Gratulálok. Micsoda. Te mit kérdezel? Köszönöm. Csak legyél kicsit életképesebb. Nem látom, hogy ilyen. Gyakorolni fogok. Igen, menjenek be. Soha nem férjünk be. Menj be, Mondó. Menj be jobban. Itt. Jó. Melyik székről hét kéne, így? Ember, ez az életképtelen. Ember lett. Ez, ó, hát így kéne, hogy nem? Az egy jó gyerek, mint amint kretének vágott, kívül így. Most már ide állhatsz az asztalhoz. Vagy hát most már ülhetsz. A kívül így? Tudom, hogy a székről három a legjobb, de most a klub, az asztal nem ilyen így ülni, hogy izé így. Ez fura nagyon, nem? Elvonó. Azt itt a bal oldalon mi történt? Leszúrtam a gyerekemet. Tisztelen. Ja, jön Shaft majd, ő betölti, oda néz. Nincs egy méter távolság itt a székek között, az a baj. Másfél méter. Csak minden másodikba szabad nőni. Így nincsen bal oldalon, csak demokrácia. Beengedem uram, beengedem. Bejutotta. Nem? Georgi az cigizik, úgyhogy kell megvárni. Szerintem. Ú, ez így nagyon én vagyok, oda néz. Oda néz, itt egy ilyen izé vajda. Törd el a nyakát! Törd el a nyakát! Kapd el a torkát! Hát ez így nagyon komoly! Na. Ki vagy tagadva? Kály? Kály? Csá! Várj! Tisztelet! Mert beengedlek! Köszi! Többiek nem. Gáját utó, ugye az a lámban. Halló, elfér? Hallott, Rétel usta volt, átöltözni, hogy ennyire megtetszett az akciószett. Nem, ez most már fúrós lett azóta. Ja, bocsánat. Miért van már mindenkinek fúrós ruhája, ne ragudjatok? Nekem még nincsen. Ne is legyen Mondó. Rendben. Nem is tudsz lőni. De. Geci, nehogy ezzel összeesetek.
Ne bántsd már Trisztin. Na, mi történt akkor itt az elmúlt napokban? Engem 50 nem fordult hívás sem volt köbben, még nem voltam itt. Nem igazából csak 10. Szerzsóék visszatértek. Voltam velük megbeszélésem. Háborúba álltunk a serifekkel. Illetve... hát ennyi kb. Köcsök serifek, utálom mindet. Szia, mondjad. Szia, baszd meg. Szia, baszd meg. Kutyáidat sétáltatod. Ilyen szerelés van. Halló, David. Ja, erről majd egyedül. Mindjárt visszahívlak, csak éppen ölösödünk. Halló. Ja, ki lettek javítva a hibák. Ja, igen. Igen, igen. Hétkor le kell. Fejezzétek be chat, mert nem akar senki szápcsét a stream végéig arcok. 7 órakor jössz vissza. 7-kor el kell mennem egyszer. Na, bassza meg. És most akkor mi a terv? Mit szóltok? Hát befoglaljuk izét, vagy befoglaljuk a tanyát, ahol régen laktunk. Mert. Aztán szombaton meg átveszik Paletón is a favágó telepet. A tanyán tudod ki az a pali, aki ott van? Ilyen nagy fejes, inkább. Laknak ilyen... a tanyán? Hogyne? Aha. Igen. Ki? Az a csávó, aki elkaptunk. A simurás, akit elkaptunk, munkás. És le lett lőve. Igen. Aha. Ott lakik. Aha. Aha. Ilyen kis csapata, hogy felújítják ezt a helyet, azt a szoborról lesz, hogy aki lakortatjuk őket, nem? Aha. Ugye mit kell, vagy megadom mindenkinek Walker számát, aztán küldezgessetek neki, mindenki küldjen egy csomó selfie-t, vagy éppen átveszük, azt fel fogjuk baszni az agyát. Ugye, jegyzeteljétek, adom is a számot majd. 4-7. Várjál. Jó van már. Jó van már. Szopja egyet. 4-7. 4-1-9. Walker a neve. Walker. Küldjön már egy selfie-t. Ja, küldjetek egy selfie-t neki. Walker. Gyorsan küldünk egy közös selfie-t. Mi ez? Úristen. Mondó, ide figyelj már. Pillanat, hogy van egy telefonom. Csávasz Roblox. Miénk a vidék. Miénk lenni vidék. Felhívott az a nagad köcsök, hogy miénk a vidék. Meg a úgy suttogat, mint valami sámán. Kapd el a nyakát. Hopp, ott nagyon jó. Mindenki selfie-t küld? Jó. Mi ez a kép? Oda írom neki, hogy balc meg. Azt a mindegy. Végre. Soha, nagyon rossz fiú. Cső. Hallod, Walker? Halló! Itt nézzük már téped neked, figyelj csak! Most vagyunk Step City-be, küldünk mindenki küldött egy selfie-t neked. Figyelj, most fogjuk elfoglalni majd a következő pontod itt a vidéken, majd onnan is küldünk selfie-ket, jó? Igen, csak úgy mondom, mi meg elfoglaltuk ezt a serifséget, jó? Hát visszafoglaljuk, kell a faszak a serifség! Hát akkor rohadjatok meg, elfoglaljuk Step City-t, az eset. Na gyere, faszak, gyere, várnak te köszön! Jövök! Gyere, itt várunk, mint a sas! Mint a sas, te köcsög, elkapunk! Gyere csak! Nem menjünk a serifségre, azt mondanak 30-an vannak? Hát 25. Hát valami olyasmi. Az nem jó, akkor Grape Seed-be megyünk. Ha ott van a rendőrség is, akkor kb. Akkor vannak 30-an. Nem a rendőrséget elküldtél. Hát azok ne is legyenek itt kint. Ja, majd megmondtam Dominiknak, hogyha még egyszer szopkodják egymás a serifekkel, akkor lehet, hogy lelövöm az összeset. Dominik, az ki? Hát Dominic Jones. Az ki a fasz? Hát valami kis járőrvezető úriember. Inas. Hát akkor. Hát egy szolga. Hát igen, mégis ez összesen egy szolga, belegondoltak csak. Hálva se a legnagyobb szolga. Konkrétan. Így van. Hello Lali, pedig a szétés harmadikat, köszönöm szépen. De akkor veredhetjük izé Grape Seed-be, nem? Aha, jó. Várj, még a patkány fel kell hívni, menni kell még 200 kokain, de aztán el kéne vinni 2 milliót kaszinóra. Beadja, akkor mindenkinek megveszünk mindent. Jó? Jó, hát beadja a 2 millió, bátya, az már 4 millió. 4-ből. Igen. Hát minden. Még egyszer. Még na persze. Mindenkinek 1 millió. És ha nem adja be? Akkor hozunk még 2 milliót. Ja, jó. Na. Nem, ha nem adjuk egy csak, akkor 4 millió. Dickpick.jpg. Akkor most megyünk a kokainé. Jó. Miről beszél Jojo? Nem. Persze, szív... Nem, még nem kokainozunk. Egyelőre menjünk a Grape Seed-be. Nézzük meg, lakik-e valaki a tanyán, csak ne szerintünk keresztül menjünk, ez nem túl okos szerintem. 18. Ihenést.
Nightwolf, köszi a követés, Dani neked is, köszi szépen mindenki a követés, üdít a csatornán, minden új ember kérek, sziasztok, sziasztok, sziasztok! Kölöcs? Mi? Ja, meg itt a padló meg lett fixálva, ugye? Lehet, inkább most nem megyek, hanem egy kicsit később. Mert mondtam, 7-kor le kell lépjek, aztán mire végzünk. Szerintem 7:30 lesz. Nem az Jojo, fiam. Füstöl a motorom! 7 után jövök. Bassz meg. Ugye a Prospect végző munkáját. Az már member lett, előrétettem. Ghost Dragon, köszönjél és 10-et. Elvárjál, elviszem azt a kocsit, várj, nem én viszem. A menün néz ki, van egy fallen és izé. Nem, enyém! Ne tagadd meg a president! Ne tagadd meg a presidentnek az izé! Az jó, hogy. Ott egy fal lenne, ott egy izé! Hát ezért vettem! Nagyon komoly! Ez városi? Nem! Ez egy Pontiac Firebird, uram! Hogy mi a fasz? Pontiac Firebird! Oké, jó, jó! Ezt nem lehet venni garázsba? Vigyázzatok rá! Megyünk már ilyen. Ez nagyon komoly, vágod. Konkrétan izé, ott a madár az elején. Van ez egy főnix vagy mi, nem? Főnix. Aha. Mint a hátunkon. Az nem egy főnix a hátunkon, de idióta. Hát akkor mi? Akkor az egy halott angyal. Mi? Ez nem valami sas. Nem, a halott angyal. Várjál, mi van a hátunkon? Elfelejtettem, bassza meg. Ja, arra akartam mondani, diszlexiás vagyok, meg fóbiás. Mit mondó? Ja, ő is az? Hát mondom, minden baja van. Indulhatunk akkor Grape Seedbe, ha mindenki megvan. Jó, olyan. Akkor megyünk, ezt majd vedd be. Mi? Ne, most majd. Akkor indulás. Csak ki jobbra menjünk, mert ne a sheriffségen keresztül. Én meg el akartam, hogy buzi vagyok. Vicceltem. Tudtam. Show bevallotta, hogy buzi. Vicceltem. Nem, az egy ostya soft. Ki rak ilyen dudát az autójába, Gec? 130-as tempó. Hát ez csak 132-ben megyek elő. Hogy a faszban egy 132-re nem érik utal? Mi? Ahogy? Nem tudom, ez mi a 132. Ojojoj! Nem érzem annyira ezt a kocsit! Hát ez sima, ez jó autó. Leesünk a szakarékba, nem én voltam. Jó. Az honnan jött fel? Esett valaki, halló? Persze. Ez... Atya! Igen? Nem tudsz vezetni? Meg vagyok. Nagyon menő ez az autó. Be mehetünk. Kiugrott elé az a hegy. Miért lehet, hogy a Twitch nem küld értesítésetek óta? Kipiteltek hát. Az még érdekes. Biztos be van nyomva egyébként? Én majd majd jöttem rá, hogy lehet benyomni azt, hogy kapj értesítést valahonnan egyáltalán, szóval... Most is? Tuti be van nyomva? Most is? Tisztelen. Tánc ilyen tud vezetni? Figyelj, kapaszkodj, BOOM! Nem, igen, nem. Igen, várjál, menni fog, menni fog. Várok. Jó, azt vigyázz! Jó, hát vegyünk már céges garázsba. Fekete DC is ott van. Hát az a baj, ez importálható öcskös, nem bízz venni ilyet. Baszta meg. Pedig ez tényleg elég komoly. Nagyon komoly. Ajjajjaj, figyelj, hopp, arra lehet trükközünk. Gyakorolni kell a sheriffek, trükkösek, nekünk kétszer önokosnak kell lennünk. Ez így igaz, egy nagyon gázom szednek, az elszáll. Kinek mi? Nem tudom. Alkohol, drog. Na bazd meg. Tervezetbe, atya. Van itt valaki? Jó, megyek. Itt vagyok. Jó, ott a fenn a pali, hogy erre teraszom. Már most érünk oda még csak. Jó napot! Hol a pali? Talán. Ja, megvan, ahogy látom.
Értem, azt önöknek ehhez van valami papírjuk, vagy ilyesmi, vagy hogy van ez? Ja, hát... Oda maga papírokat kérek, nézze már rám, mert olyan vagyok, mint aki papírokat használ. Ez most attól, miért tetszik, vagy nem, leszarom, menjen innen. Jó, ja, tudja, mi legyen a rabszolgánk az úri ember? Rabszolga? Persze. Én nem vagyok egy rabszolga, én csak a Riskát etetem. Riska, mi az a Riska? Hát a tehenünk-e. Van olyan is? Hát van ám-e. Az is a miénk mától akkor, jó? Na basszus. Na már nincs tehén. Na ez mit szól? Hát ne legyen már ilyen szívtelen. Na jó, a tehenet megtarthatja, el tudja vinni kézbe. Hát feldobom oda a platóra. Csapja föl hóna alá, az viszontlátás. Na várjon uram, még előtte, mielőtt lelép, szeretném, figyelj, adok magának egy kötszert, hogyha megcsinálj, amit mondok. Jó? Kap egy gumicukrot, mit szól? Hello. Andok, tudok, fel kell hívni egy telefonszámot és megmondani, hogy Grape Seed mától a fal lenné, és a tanyát elfoglalták. Menni fog? Hát... Figyelj, uram, hogyha megszorom egy késen, még jó lesz az a kötszer. Egy zsákfüvet se rokni mellé. Hát, hogyha nagyobb összájt... Mit tud még felajánlani, fiúk? A csomagfű, az több millió dollár. Tagsági kártya. Az élet. Én egy bizáros tasakot tudok adni. Meg. Kis alma, kis kereszt. Ja. Adhatom a számot, uram. Adhatja. 4-7-4-1-9. Tessék. Csomagfű. Ez mind a maga élet. Ezt most nyírtuk. Csávandról csőcső? Ja. Így van. Azt mit mondjak neki? Hogy mától a fal lenné Grape Seed is. A tanyát is elfoglalták. Hát jó napokat. Itt egy kedves úriember azt mondja... De uram, maga nagyon rossz, tegye le a faszomba a telefont! Nézd, nem vagyok én ilyen jó ebbe. Bocsánat. Uram. Nagyon primitív itt az úriember, nem nagyon jó. Értem, hogy nagyon sér, én is innen származom ezek a vidékre a hegyrű. De? Hát van ilyen. Ezt még én sem tudnám mondani, uram. Hát jó, hát én... Na, próbálj meg újra. Jó, rendben, azt mondom. Szóval, annyit mondjon, hogy mától Grape Seed a fal lenni, elfoglalták a tanyát is, segítség! Jó. Aztán vágja rá. Halló, elnézést, csak megszakadt itt a vonal. Na, olyan van, hogy mától a Grape Seed a fal lenni. A tanyát is elfoglalták. A tanyát is elfoglalták. Segítség! Itt jön bajod bele. Mondja már. Tessék, nem hallottam. Segítség! Jó, oké, jó van. Lőnek! Mondja, hogy segítség, á! Mondja már! Na, köszi az ember! Jó. Ez az ember. Hagyjuk való. Jó van, látod. Na, vissza. Azt mondja, hogy... Pillanat. Ilyenek a vidéki emberek. Hogy akkor bátor szeddi meg a serifségé, a sas leszárt. Sas leszárt. Nem. Ez mondja. Igen, a mindig ezt mondja, hogy a sas leszárt. Azt hiszi magára, hogy egy sas. Á, értem. Na most akkor hívja föl, megint. Igen. Mondja, hogy holnap, vagy szombaton Paletto is a fal lenné lesz. Jó, ennyit mond... mondja, azt tegye rá. Uram, tegye rá, mert ennek ennyit pisztolyt elő benne. Értem itt. De hogy érti? Jó napot. A szombaton Paletto is a segítség okod. Fal lenné lesz. Szombaton a paletó. Uram, nem volt olyan nehéz dolga, pedig bassza meg. Szombaton a paletó és a serifség. A paletó, vagy a paletó és a serifségé lesz? Nézze, uram, itt a kötszer, amit ígértem, tessék. Köszönöm. Vagy ezzel uram, csak egy gumicukrot tudok adni. Hát, bassza meg. Még nem volt olyan nehéz dolga. Na jó, küldjünk szelfiket a serifnek minden onnan. Ezt hadd ugyan vissza, mert az enyém mostantól megint. Menjen arra, uram. Megyek. Ja, semmi. Igen? Ja, semmi, csak jöttek autók, aztán fura volt. Minden a miénk! Szóljátok, hogy szóljátok, hogy megvan a kép, amit küldtök neki. Én elküldtem. Kort is küldök neki. Küldtem. Az igen. Ahogy azért nem lehet nehéz kitálni, hogy hol vagyunk. Nagyon kedves vagy. Írtál neki még mellé valami, Tristin? Azt értem, hogy bassz majd még egyszer. Úristen, na jó. Ezek után tényleg be fogja dobni ezért törőközön. De küldjétek már egy Griska fejű embert innen. Mindjárt csak...
Balázs kicsi beszorult a kocsiba. Hajxi, köszi szépen a 13-et, köszi szépen! Valaki tud adni kaját? Igen, hol vagy? Bú! Erre nem számítottam, mi sem. Itt vagyok a többieknél. Hallod, Doni, és megtetted? Mi? Hát hogy érte? Úgy sem védenek meg. Amúgy oda kéne nézni a serifség, nem? Az beszólogatni nekik. Hát az a baj, hogy már lőni fognak szerintem az előbbi után. De hogy fognak? Csak nem fognak lőni, nem? Nem hát, kéne hát, lőni. Már múltkor verekedtek velük. Jó, akkor mondom nekik, hogy várjál, figyeljetek. Verekedjünk velük, és aki megveri a másikat, tehát hogyha ők megvernek minket, akkor övéké lehet a serifség, de csak a serifség, de mi, akkor meg eltakarodnak Sandyből vissza Balettóba. De ez van egy kis baj. Mi? Oda mentünk múltkor hárman, és megvertek minket 20. Ó. Oh. Igen. Hát gumi, jó. Jó kis gumipotokkal. Nem ott kell. Várj, kipróbáljuk. Na figyelj, de Walker, kitaláltam valamit. Figyelj, oda megyünk. Mi vagyunk 12-en, 12 seriffel boxolunk, ahogy akinek kijönnek a jobb eredmények, az megtarthatja a serifséget. Ha veszítetek, kimentek vissza Palettóba, ha nyertek, tiétek lehet csak a serifség. Állok elébe, ha ütni kell, mi ütünk. Jó, de nem bottam, bassza meg. Jó, nem bottam, mondja, hogy tényleg. De az nálam is, te köcsög. Na jó, vagy gyertek, gyertek. Megyünk, bassza meg, megyünk. Akkor nem szia. Megyünk vereked. Aha. Csoki nincs itt? Nincs. Még nincs. Hol az én? Ja, a túloldalt jöttünk. Elhívjam. Gyertek, gyülekezzünk itt a bejáratnál. Aztán akkor menjünk. Azt mondtam neki, hogy 12-en, hogyha 12 serifet megverünk, vagy mi azt, hogyha mi jövünk ki jobban átlagba, akkor akkor miénk a serifség teljesen, hogyha nem, akkor meg az övék. De csak a serifség. Tudáljatok egyet, légy szíves. Valaki menjen előre, az autó megy leghátul. Melyik sérülségre megyünk a Sandybe? Sandybe, ja. Akkor megyek. Kalácsot követi mindenki akkor. Remélem mindenki ki van gyúrva. Hát... Egy hónapja nem voltam zsimbe. Sem. Hajd Muzé, köszi a tílés 6. gondolat, köszönöm szépen a támadást. Már fél éve a szereg és jó szar a balgás, sem mutat, köszi szépen. Nem hol megyünk. Tiszteletem. Falkaláv. Na vajon nyerünk, vagy nem? Hello. Cső, Csoki! Gyere a serifséghez verekedni! Szét kell basszuk a serifek fejét! Melyik serifség? Sandy! Oké. Valakinél van boxer? Van. Nincs. Utolsó, nem, egyelőre még ne. Addig ne üssön senki boxer, még nem mondom. Hát nem kés kell kés. Hát akkor szétlőnek minket, az nem kell. Nézd meg, itt van az egész Adam Sonji. Hogy néznek ki, bazd meg? Hogy néznek ezek ki? Miért álltak fel ilyen nézni? Védekezési tuszban. Az a szíven. Gyere, álljunk fel az útra. Az igen, Csoki. Nem sikerült ezt a tagadtat eltalálni. Be kell mutatni nekik. Hallod, mondom, hogy neked mutatunk be. Mire maradtan lehet, átfoglaltuk izét, Grape Seedet is. Oh. Oh. Szórod, Kány? Oh. Hát hogyne. Így mindenkinek jut, nem? Aha. Ki ezek már annyian, aki még nincs itt? Azt figyeld, na jó! Az bolond. Miket tud a roblok? Most kéne egymásra futni és szétverni őket. Mi az a habtest ott a jobb oldalt? Azt figyeld. Ez így mehet. Mindenki, ki az, aki nem érzi úgy, hogy verekedő állapotban? Ki az, aki egy nagyon béna verekedésbe? Rajtam kívül.
Mindenki. Nem baj, én bemegyek. Nem baj, nem baj, te revolveres, nem lehetünk rosszabb, de azt is megnyertük, értitek? Amúgy igen. Vagyik én hoztam rá azért. Ott is ott voltam. Hát ott béna is voltál. Jó, hát csak én leszettem. Mivel a múltkor a revolveres lehoztam, nem garantálom, hogy nem leszek egy rugás itt. Mit szóltak, ez úgy fair. És mi lenne, ha megszegnénk a szabályokat, és csak rájuk futnánk, azt elkezdenénk püfölni őket. A szabad az első rugást, ki kell védenünk. Aha, működte felül. Mindenki azt hitti, ami szemben van vele. Vagy fussunk oda, és mindenki feküdjön le a földre, és utána felállunk, és megverjük őket. Az menjen az! Jó, akkor indulunk, gyerünk. Mit csinálunk? Futunk? Futunk, az fekszel. Ho! Hát kivettünk közre, köcsök! Haha, gyere Roblox! Egy fekszik. De Davy! Hát nem tűzul aktívnak. Az is fekszik. Murphy, Murphy! Szavazd, Donny! Be kell jöttek fel ti köcsögöt. Á, de szétrugom a köcsögöt. Be engem! Te is kapsod, gyere ide! Van. Há, Roblox, jól megszívtad! Jaj! Ott is van! Nyertünk! Jó, van egy kutya is, bassza meg! Őt nem szólt meg, hogy ő őt. Felintéztük. Ne, őt ne, őt segény, ne. De. Na. Csak azt megértük. Ez könnyű. Az okosabb. Nem, akkor ez miért? Akkor sziasztok. Milyen hajléktól, és a magának még ilyen sincsen. Ez különösen jól néz ki. Kiabált egyre a kurva, aztán eltűnt. A kur... Mondjuk Louis Hub testével idejön. Ezek a sutyók. Jó kikaptak, bassza meg. Most akkor milyen a serépség visszaállt? Nem a maguké. Mi az, hogy nem a miénk? A miénk az, nem a maguk. Bezárjuk. Ma megint azt pizsibámat tad, Dani. De tényleg vegyem el azt a pizsamát. Milyen pizsama? Ez egy piros póló, a Bloods. Bloodsos vagyok voltam. Érdekes. Mi ez egy garbó? Garbó, azt akartam mondani. Ezt maga meg a pöcsét vakargatja, bassza meg egy izé overallba. Makogjon már, Dani, mit makog? Nekem viszkel, akkor viszkel. Mondjuk látta a pénis, nem pöcsét makog. Hogy nézd is. Tetszett a dick pic, Dani? Dick pic? Noával küldtünk magának egyet. Ja, az olyan kicsi, hogy nem látta meg a képen. Persze, persze. Kicsi, mi ér így? Persze. Jó, mondjuk hideg van ma. Na, akkor felajánlom itt a felajánlani valót. Hogy hazamennek nyugodtan. Elmehetnek 4 perc alatt. Igen. Csak a szokásos. De nem jönnek vissza. De az a baj, 4 perc az átlag? Nem, normális, hogy 4 perc az átlag. Ne, úgyhogy maguknál, panaszkodtak a hölgyek. Az 5. Radik tart a sprintig. Így van. Ja. Dani, van felesége, húga lánya. Dehogy van. Mindnek a nők örültek. Na, még akkor 19-10-ig van idők elmenni, és nem visszajönni. Tudod vagy... mit? Na. Tudod mit? Egy perc alatt fogunk elmenni. Te búzik, zárjátok be a serifséget. Ezek buzik okay. Na, hát akkor hogy hallgatunk ki a bűnözőket Fallen Shores-on belül? Visszajönni, hogy az így könnyen visszajövünk. Elvisszük a kutyát. Fogjátok meg a torkát. A tengerpartot. Mutkod is rávesszük az ajtót. Kapd el a kutyát, elvisszük. Izé, állat, elvisszük ázi állatnak. Kapd el. Jó, miénk a kutya. Megvan, körbefogtuk. Körbe van álló. Át körbe. Álló. Miénk. Archer. Hagyjátok Archer-t. Szia Archer. Elkaptuk. Ő már a miénk. Én vagyok legfelül. Kapd el mind a virajt. Na, Louis, dobd be magad. Jó, figyelj, akkor itt világ nem maradt. Ajaj, ajaj. Lara volt egy serifet. Nooo. De David is. Jól sikerült. David, ez még ki. Na bassza meg. David. Beszállt a kutya. A felsőnék volt. Viszlát. Iha. Álljuk körbe a serifet, azt engedjük el. Serifet nem lehet kérni? Nagyanyám, te vagy az? Hagyjad, már egy kettő serifet. Én vagyok az, igen. Na, felrúgtam a motorot. Egyre csúnyába bajsz. A jóba, viszlát. A serifünk is szerintem. A show, te mit csinálsz? A kanálba. Rúgtam a motort. Fejlődöm a motort. Rúgta fel. Ne menj oda, engedd el őket, hogy menjenek. Ennyi, visszaértük a serifséget is. Amúgy én kérdés. Jó, hát az más kérdés.
De nézd még, kitart a prospect, még mindig bemutat. Aha, azóta így. Csak lebjuk a sakerét. Kéne ilyen szöges drótot keresünk, az berakni alájuk, nem? Ki kell venni tőlük. Csak nem lyuk a sakerék, haha! Túl tagadtak. Szevasztok, köcsögők. Az egész észre mennek, step felé mennek, nem? Azok step... Nem, balra menne. Hát igazából el lehet menni step felé, arra is. Nem mennek. Te arra mennek. Menjünk már. Ó. Egy baj van step felé, hogy ezt most nehéz. Nem nagyon vagyunk ott, ja. Hogy ez most egy betonbiztos hely. Annyira nem. Bár de. Tudjuk, hogy mi hol van. Hát... Ja, de... Olyan, ahogy érzem, szagok alapján méz, ami komolyabb meglepetést hagyott valahol. Szerintem ez nem annyira kellemes így a dolog. Ne a kocsi menjen elő, én hátul megyek. Mi halunk meg utoljára. Lehet majd körbe kéne nézek a nappaliba. Na, ez a baj, ha nem csukom be stream alatt, hogy egyből ilyenek történnek. Én is jobban járok, szerintem is jobban járok, ha most ezt szedem még. Bementek szebbe vajon? Aha. Nem előtt állnak, nem? Állnak. Itt állnak szem előtt. Nagyon, az ászló előtt állnak mindannyian. És lepisálják az ászlónkat. Lehugyózzák. Na jó, vejd meg az összeset! Ugorjatok nekik! Kapd el! Az ászlónk! Jaj, nagy testem. Segítek, prospect! Van megint kettő! Na, nem! Nem! Bocs, nem, prospect! Azaz! Ez az Murphy, kapsz egy időnket! Ne engem, Toki! Vigyázz, kutya! Nem baj. És a fürdő csak heti egyszer. Nem látok semmit. Nem, Minty! A kurva élet. Ne engem, David. Az igaz. Most érdem. A kutya megharap mindenkit. Szecik, hogy kutyára vigyázzunk, bassza meg. Louise. Én látom, miért nincs póló? Bika vagyok. Béka vagy? Bika. Bika. Miért van egy szíveske a mellszőrödbe? Béna. Miért megy halász köztetek? Hát most mondanám, hogy kinek vágattam. Nekem? A feleségnek. Nem amúgy. A tiédnek. A miénknek is feleségük. Közös barátnőtöknek. Bazzeg, van olyanunk kalács. Sok még mindig verekednek, bassza meg. Köztünk el, köszönjük. Köszönjük, hogy egy van, Doki lehozhatja. Trentnek segíts. Olyan haja van, mint nekem. Hát ő meg egész jó fej lehet. Gyerünk, Trent. Ott is van, Doki! Azaz. Ezt is meggyertük. Halljátok, nincs jártok izé. Nem tudjuk kiszúrni a kerekeket késsel. Van. Negatív. Az a baj, nem mindegy. Minusz egy sheriff. Minusz egy sheriff. Káj! Utána mehetek? Hol van? Hát... Ő nem látta, azt elment. Haló? Mi a fasz? Egyre több a sérült a földön emiatt. Eddig egy volt, most már öt. Megemlékezünk róla, bátor. Na ne baszd meg. Bocsánat. Gyere, a másik oldalt előre gyere. Jó lesz. Ki? Ez kifeküdt, mint a ló. De rúgdass már itt a tetemeket. Az a Melci az átment Kájon, bassza meg. Szó szerint. Hát ő persze kelegáljuk. Hát ezek átment a kollégán. Na ez a sheriff az hogy ötött ki? A kutya elmarta a tor. Akkor a kőjelete. Kómába etette. Aki hívjuk mentőt ezeknek szerinted? Kéne, nem? Hát csak kéne, nem? Halled ellen is lehet belőle. Á, ne. Hívjuk mentőt. Aha. Ne.
Miért ne csoki? Ne! Ne hívj! Ja, gondolkodok egy pillanat, hívjatok nyugodtan. Hívja. Várjátok, csak gyorsít, összeszedem a meglepetést. De jó lesz! Munkás! Kiskutyák jó fejek, ne felejtsétek, a kiskutyák jó fejek. Kaj, már megvan. Ott eszik a kesei. Ne! De most még kell a zsernyáknak bendő? Azt kapta a Zsoki! A rendert akartam megrúgni. Szopja egyet! Mondjuk köcsögre megérdemelte. Amúgy tényleg. Köcsögre. Ennek ugyanolyan szűk össze fel, mint nekem. Tényleg? Akkor megérdemeli a halált. Ugye a hajóban. Halált érdem. Neked is meg kéne halált. Halált. Jó. Vagy kirúgta a lábát, kérdezik. Gyatrancsa. Vagy izé. Valaki éves. Hána. Mély remek. Azon, mert belém rúgtál. Én nem rúgtam. Egyek. Belém rúgtam. Kalátjuk a fény. Kalátjuk a fény. Gyere, kalátjuk. Ne, le akarod szopni a főnöket. Láttam ám, miben mesterkem. Sőnyi gyerek vagy. Hallod, oda szaladt ezt egy sáta. Lesben áll egy sápa. Még az állt az atrapán. Oda nézz, hopp! Ne bántsátok már ezt a holttestet. Jön a mentős! Most ne várjuk, jön a mentős. Szerintem mindenkinek egyébként egy kis ellátás az. Jaj! Igen, nekem is kell. Ne már, jön a mentős! Ne, hagyd már! Ott is kurva! Már! Kurva élet! Csokék, mit művelnek közben? Amúgy ne haragudjatok, ennyit hallok, hogy lesben áll egy cápa! Mi a fészkes fasz történik? Vedd meg! Elmegyek átöltözni. Öld meg! Nyabad! Gyere, van olyan technikáim vannak. Na, ha megvered egy csoki, akkor megkapod a rangját. Ne kell hóhérnak. Na, bassza meg. Hát ez ilyen működik. Akkor ő kapja a rang. Jó, jogos, jogos. Na, nézzük meg, várjátok, imádkozunk K-ért. Oh, Lambo Sassaro Tata! Felszedos Mentos Kajos! Saját vallásunk lett, képzelj, hölgyem! A Fallenitikus. Fanatikusok vagyunk. Enni fog? Ott egy helikopter. Úristen, messzire egész máshogy nézett ki az egény. Ajaj! Oh! Megvan. Helikopter? Telementomokkal szám. Hova helik a bakter? Ja. Többet ne egyél homokot. Látod, milyen veszélyes? Oda is kiváltott egy T1-es számot az öreg Dev. Hát ezért nem oda is giftenem, pillanatot adjad a cset. Giftenem is. Oda nézett a T1-es szám konkrétan pont csöp. Miről beszél? Nem tudom. Azt mondta, hogy homokos akar lenni, és elkezd tenni a homokot. Úristen. Én öröm segítek lemenni, és lehet, hogy kéne mostani a gyomlát, hölgyem. Amúgy szerintem, hogy ki kéne most a gyomlát. Most a gyomlát. Remélem, jó devnek adom, bassza meg. Hozzunk két homok. Slagot, meg vizet. Megmondom. Felhúzom itt az ingert. Felteszünk 2 milliót kasszira, hogy ne. Ez kiállott a csont. Ez a homok. Milyen veszélyes a homok kevés, látod? Rögtön nyílt törés. Bazeg az a könyököm. Oda nézzetek, mentés! 6. hónapja az úriembernek. Van homok, igen. Décélenek lehet másnak kiváltani? Szerintem nem. Bár mondjuk meg tudjuk csinálni igazából. Várj, hogy csirapított, és akkor jössz velembe majd a kórházba. Akkor most aki majd a gyomlát hölgyem, mert homokat ölt. Az lesz szóra. Egy beöntés sártalan. Mi megyünk kaszinózni addig? Aha. Igen. Miért van pénz? Anyám már egy 20 ezeret. 200 ezeret. 2 milliót felrakunk. Igen, igen. Nekem is kell, meg kétszer megharapott egy kutya. Jó, kussolj már. Szegény Davy. Ne köszönjük meg csak van mindenkivel. Az igen, Davy magára is veszi, oda néz. Ma is van, nem úgy gondoltam. Kért tőle bocsánatot. Ahogy nem. Davy az magára veszi. Örd magadra, Davy. Ú, ez remélem megdögli. Várjál, ez nem jó. Halló? Na, nyugi. Megmenekült a serif is. Semmi. Mi csináljunk vele? Meghalt. Nem tudom. Főnök életben maradt a rendben. Ja, mi csináljunk vele?
borotváljuk meg. Te rohadt gecilánd, már nem ilyen vagy folyton vere. Amúgy te vágjuk már le a haját. Ugyanilyen hajban mindenkel figyeld. Vágjuk kopaszra, nem? Mehet. Az jó ötlet. Két tojás, csak én sötétebb vagyok. Beszélek vele addig. Rohadt gesz is. Uram, üdv! Üdv, üdv. Tudja, milyen államban van? Hát valószínű, tudom, igen. Van Fallen Shores-ba, uram. Rossz hírem van, mivel a büntetés egy sheriffnek eszméletvesztés esetén Fallen Shores-ba az, hogy kopaszra kell nyírjuk a búráját. Szóval csak kopaszon megy innenkíva, nem? Hát ez nem lehetséges, sajnos. Nem lehetséges, vagy lehetséges? Hogy nézd neki kopaszon? Hát uram, mint egy golyó. Hát... Igen. Amíg nem vesz igazán szóval szemétláda, addig nincs baj. Nem veszem. Hát én nem akarok igazán szemétláda lenni. Akkor mondja, milyen fájúram. Itt a vállam, a bal. Bélisze. Nem, az még nem. Még? Még? Az úr itt egész másokat képzelt el, itt izé Fallen Shores, mint gondolná az ember. Ez az. Mi nem szeretjük az ilyet. Jézusom, ezt hogy kerültek el? Mi legyen a büntetése, chat? Mi legyen a bünti? Mennyibe kerül? Rendben, rendben. 2 millió dollár. Bizony, annyim nincs. Epreset. Figyelj, hogy adtok 50-et, elmegy kaszinózok nektek 2 milliót, ha gondolod. Nem, nem, nem. Ki kér még ellátást? Én. Én azt mondom... Hogy nézel ki? Azt mondom, vágjuk kapaszra itt a haját az úrnak, nem? Nem, szabad. Egy más frizura esetleg. Hozom a sörét. Az mehet, az mehet. És ne legyen kopasz, csak ne kopasz, igen. Jó, bebe is fes egy rózsaszére, ugye? Nem. Dára ura, az a bar. Maradja. A rendőr voltam. Jó, akkor marad a színe, de kopasz. Ez egy opció. Hát az... Az be egy Guardian-t? Eltük vinni az urat? Hallod, Prospect? Vagy Member? Kocsi nem jó? Igen, hozom. Milyen kocsi van? Hát az ott, amivel jött én. Ja, az is jó. Gyertek utána, motorral kaptatok ellátást. Jöjjön, uram! Ne fogja rám fegyvert, mert az állam fogja fegyvert fogni, hát, annál büntetése jár, uram. Igen, igen. Nem szeretnék. Jól vagytok? Nem akarom megölni magam. Nem vagyok ilyen. Na, uram, két opció van. Na, mondja. Kopasz vagy rózsaszín. Ez a haj maradhat rózsaszínnel? Jó, legyen a három opció. Ez a haj rózsaszínen. Kopasz, vagy egy olyan frizura, amit én választok ezzel a színnel? Akkor legyen az, amit te választasz. Ó, jaj, de jó, nem fogom kiverni az urat. Jó. Valami... Nem tudsz majd adni még? De. Valami vissza kell menni paletóba. Egy bicikli jó lesz? Persze, tökéletes. Milyen haja legyen, chat? Valami nagyon csúnyát kéne kiválasztani, nem? Még pluszban küldök ennek a Westwoodnak egy képen majd rólad. Rendben, rendben. Még úgyis meg fogja látni. Vannál 100 dollár? Nincs. Beugnunk a RTM-hez. Itt van. Jaj, itt van. El ne vidd! Dehogy vissza van, minek nézett engem? Köcsög serifnek. Na, csúnya volt. Ú, de komoly ez a verda. Egyébként ez tényleg nagyon komoly. Még az logo az annyira nem jó az elején, de hát... Hát az a legjobb része. Á, de is. Tiszteltem fodrász úr! Mutassa, mik a variációk. Na, mutatom. Adok egy 100-as előtte. Jaj, hallottam a kalapomat. Köszönöm szépen. Aha. Van ez. Figyelek. Ez. Jó, mondjad, hogy gyors. Na, mehet gyorsabban, majd szólok, ha tetszik egyik. A kapasz nem rossz. Ez... Kritikálni. Tudom, miért akarok a mony. Így sebb? De van, csak messze van a katalógusba. A tarajost akarok, igen.
Tarajást akarok. Tudjátok, olyan izé, olyan igazi ilyen, az a Mohawk vagy mi a neve, azt hiszem. Na, hol a faszomban vannak? Csak menni fogod rá? Hát, remélem. Mohawk, ja, nem? Köszi Fanni, a Tier 1-es harmadik hónapot, köszönöm szépen, már 3 hónapja, így is van, köszi szépen. Már 3 hónapja. Rá, mert most ez itt két opció, vagy egy jel, hogy magának örökre kopaszka, hogy maradjon, vagy nem tudom mi van, de nagyon hát rosszul nézze ezt a katalógust. Én is tudom, az a baj, már végig lapoztam. Nem lehet ezért rossz irányba lapozott? Nem, a 253. oldalon járok. Már mutatom, melyik magának a 81-es, uram, a 81-es. Úrst. Nem akarod te is felrakni esetleg? De nem, nekem volt olyan hajom egyszer még régen. Igen? Persze. Hát, sokkal jobban áll. 81-es. Rendben, már mindjárt vagyok. Van nagyobb is? Várj, van tényleg van nagyobb? Ne, várja, tudok egy jobbat. Igen? Várja, van egy jobb, igen. Beugrott, ilyen gladiátoros. És azt mondjuk a sapka sem védi meg. Csak nem tudom, hol van. Igen. De amúgy, most ez tényleg eszembe jutott, az a kibaszon a gladiátorhaj, de az hol van? Még az lehet pont a legvégén van. Mert az elején nincs. 80-ig tudja, hogy nincs, úgyhogy... Hanyas lehet vajon a... Doda! Köszi szépen! Hallod, Fari, miért láthatottan a hajak fele? Köszi a 29. hónapban, Jézusom! Az lesz az, oda nézzen! 125-eset szeretném akkor, uram! A katalógusban, 125-ös! Jó! Na ez kell ide, chat! Ott vagyok, csak lehet az a gond, hogy nem nézte meg a hajakat. Jó, te itt vagyok. És igen. Igen? És? Igen, és ilyenkor fodrászt nem nagyon szeretné mutatni egy ideig, majd egy 5-6 perc múlva. Ja, már értem mit mond. Hogy tölt a katalógus, nem? Igen, tölt na, a katalógus. Na basszam, hát akkor megvárjuk. Rendben. Mindjárt lefotózom nektek, hogy milyen lett a sheriff. Olyan haja lesz, mint Shawnak volt, az a nagy izé, az a nagy taraj. Ez nagyon szép haj. Ja, utána meg akkor visszünk a kasziba 2 milliót, nem? Megvan mindenki? Mindenki kapott ellátást, meg ilyenek? Egy kórház. Ti csak nincs baj a zenékkel? Van, csak kicsit ugyan ki van játszva a dolog. Hölgy. Megnézzük, hogy megvárjuk, hogy betöltsön neki. Uram, és hogyha átmenne itt esetleg a katalógusba a haj 2-re... Próbáltam. Nem jó? Hoppá! Oda nézzel! Na várjon! Tovább kell átmenni a tízesnél. Ad, várjon, csak egy csillagos egy képet. Most pózoljon itt a főnökének. Póz. Várjon előbb, még felhívom gyorsan, mondom neki, mi a téma. Csak vegye fel ez a köcsök. Ez mi volt? Okay. Nem veszi föl? Ja, megbeszélgetések vannak lehet azért. Ja, az mondjuk lehet, igen. Várjon még csak egy más oldalon is. Hogy így is kurva jól nézek ki, szóval... Na de! Is jobban nézek ki, mint te. Ez az igen. Halló? 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 De beküldöm a group chatbe. Várj, beküldöm a group chatbe, hogy néz ki a sheriff? Küld már nekem is. Kép.jpg. Amúgy... Várj, most már... Jó, megvagyunk. Ó, nagyon jó, igen. Telefonszám, küld már nekem is. Hogy mi? Küldj, mondok egy telefonszámot, küldj be nekem, és kérdezik a szakot. Persze, hogy meg akarod szerezni a telefonszámot, te köcsög. Tudod a telefonszámot. Napasz meg. Jó, mi a telefonszámod? 11870. Várjál, bepózolok megint. Jó, ez így jobb. Igen. Várjál, jó az is, de
Pózolj. Így mehet. Úristen. Nézem, de hogyha rossz lesz. Elkaptunk egy köcsögöt. Ez lett a büntetése. Na, akkor tudsz adni egy kocsit? Persze! Vagy a Falderes motorod is jó lesz egyébként. De hogy adom, azt senkinek nem adom oda. Csá Diablo! Tetszik a Sheriff haja? Ez a büntetése. Milyen kapott büntetése? Hallod, nincs a biciklid itt izébe? Hát mert itt van. De van biciklid. Adjuk már neki egy biciklid. Hajamat nem se tudom. Az előbb még azt mondtad, az is jó. Még válogatsz is. Érted? Gondoltam, csak viccelsz. De ahogy is, én viccelek. Hát de gondolj be, ki tesízed magad, mire elrész Palettóba. Ez baj, ki vagyok tesízve. Hát akkor meg nem kell, akkor meg gyorsan odaérsz. Hopp, ne várjál csak. Kocsámra. Csá, te ír, köcsög! Hogy? Szevasz, Hater. Szevasz. Halló. Beldával könnyű. Nem, nem adok két tárat, az 5000 helyet. Hát de az nagyon komoly volt. Nagyon jó. Ki ez a... Tessék, nem tudom ki. Sheriff. Ki ez a Sheriff? Jó, tán! Na, még így is csinálok egy képet. Az egy Merin a Dualtra, az bazd meg. Az a Robin biciklije. Az a Robin él bizony. Az a Robin biciklije. Na, megyek vissza stepbe, azt akkor mehetünk Kaszidóba. Ne, ti ne gyertek! Szerintem. Ne, ajajaj. Mi legyen? Megyünk kaszinóba. Ja, jó. Az a csoki vagy Diablo volt? Csoki. Diablo. Tudod meg. Ja, meg majd akarom mondani, a héten lesz ilyen véleményezés, mint múltkor, emlékeztek? Na, az már hiányzó. Le kell majd mindenkinek írni, hogy mit gondol a másikról nekem. Itt van, akkor rifog a hídon. Ezek tényleg ott, mert hallott, átjönnek a hídon. Jó. Én tartóztassuk le őket! Kapd el! Töltem a szélvédőt! Kapd el! Halló! Ki engedett át ideget a hídon? Jaj! Se kell motorra van zárva! Látod, én ütöttek meg egy csikító! Se kell motorra van zárva! Trisztián nem tud úszni, vagy mit csinál? Lelöktél, neki köcsönjök! Most kívánnos! Jöttem megnézni egy útvonalat. Milyen útvonal? Csak ki betölte az ablakunkat. Nem hát szar lett. A fegyverem volt. Hol a motorod? Rám úszod a kibaszott kormány. Micsoda, bejöttél elém, te idióta. Nem, még rám is gyorsítottál. Még hozom a pénzt. Hát persze, hogy gyorsítottam, milyen gyors ez a kocsi. Adjám, szarodra. Na chat, mehetnek a prediktálások. Beadja a 2 milliós kaszizást, vagy nem adja be. Vagy ne prediktáljunk, pont elbaszást. Mit mondtok? Moderátorok, mit mondtok? Mehet a predik, vagy ne? Nagyon megy a ne. Nagyon sokan nem akarjátok, ahogy látom. Mondjuk igazából aki meg nem akarja, az nem fogad szimplán. Aztán az úgy egyszerű, nem? Tehát értitek? Aki nem akarja elbukni a pontjait, szimplán nem rak föl. Értitek? Csak nem baj senkinek, hogy más nyer. Olyannak lesz VIP, aki nem érdemli meg? Bazd meg! Mikor elhagytam a város, rajtam maradt a mellény, de a reptéren ott hagyta a bocsi. Idióta. Kira vagy. Életlen volt. Kira. Nem akartam. Város, indultunk izé, kaszimba? Majd visszaadom. Aha. Hol vagytok? Hát a reptér. Step előtt. Charlie Lee! Te hallod, Feni, nem kéne úgy, hogy valaki még beül melléd és lehúzza a szarlapot? De bocs! Hát nem tudom, eddig úgy sose adta be. Ez nem jó, akkor mindegy. Eddig mindig úgy adta, hogy egyedül ültem az asztalnál. Jó, akkor legyen így. Hát figyelj, Max nem adja be. Azt mondták azon, hogy Tax bemész, beváltod, az egyből all-in. Mehetünk, akkor Csoki után úgyis jön a Road Captain. Ja, erre gyertek a... Merre erre? Hát itt erre az úton. Ja. Mit egy kerekeznek előttünk, ez mi? Csoki, mit csinálsz? Mi a mit csináltok? Megöltétek a faszba!
Túléltem. Még mozog. Ember, Csoki, mi az, hogy véletlen, ott belement egy százzal a seggébe. Hátra figyeltem. Jó. Uram, jól van? Igazi nagy kapitány. Melyik motoros bandához tartozik? Én? Banda? Semmelyikhez. Jó. És van. Melyik klubhoz? Semmelyikhez. Hát, jó. Tényleg. Na persze, uram, itt Fallen Shores közepén az itt elég veszélyes egy kerekezgetni az út közepén. Jön Csoki, aztán megbünteni. Majdnem elestem. Bocsánat, kérek. Esetleg egy baltával ki tudom engesztelni. Engem ki tudod. Mit csinálsz te vadállat? Vadállatom. Kedvenc szám? 520. Most komolyan elveszed a baltáját. Mekkora geci, hogy... Én megbüntetném főnök. Kiengesztelés. Hallod, so most akarod ide azt a baltát? Kiengesztelésképpen. Ez az, és vert fejbe fel, vert fejbe fel, vert fel. Jaj. Üzd meg főnök, add meg neki. Meg neki. Na jó, menjünk inkább tovább. Siess meg. Nem, te nézek, nincs a csaló. Uram, hogy hívtam? Egem. Ha, szia uram. Uri, ebben nem nagyon érdekelte mondjuk, hogy fegyvert fogtunk rá. Csak odaadta a baltát, azt megy. Mi van veled, Diablo, ilyen szamarintán? Predik, menjene, Predik. Az a baj, nem tudom. Szavazzunk! Az a baj, nem tudom. Fasz se tudja, hogy legyen a Predik. Gazdagok tolopok, szegényeknek adok. Ne, ne legyen, inkább ne legyen, ne legyen, ne legyen. Azt a kurva! Ó, úristen! A legrosszabb, aki ezt csináltam. De lassúak vagytok. Legyen egy szavazás, figyeljetek, legyen egy szavazás, és sima poll. Meg sem más. Nem ez a merci mentett kájon? De ez az, az a merci. Kapd el! Pitán, pitán. Mi a ballenes motorra ki tudod pikelni? Amúgy tényleg? Pikelni. Törd el a nyakán? Álljon meg. Jó napot! Jó napot. Álljon ki. Ez kicsoda? Uram, az előbb átment Fallen Shores és elütött egy motorost. Nem, most loptam az autót. Loptad? Bazd meg, honnan lopta? De vagy a legrosszabb mindenki. Kamuzik, azt már nem sem mondom, hogy kamuzik. Nem az egyéb, tényleg. De hát onnan jött ki. Honnan lopta? Izéből loptam, a Sandy Pubba. Kamu. Az mi? Az a mi állam? Tőlünk lopott. De ahogy ott nem volt olyan autó, nem Diablo? De! Nem volt ott amúgy tényleg. Onnan loptam mellette. Szétbúszolom a hajadat, mama. Ja. Az amúgy lehet, hogy van benne valami. Nincs az egyszerűen a tőlünk főnök. Béka blaha. Büntetés jár érte. Predik, hogy lesz-e végül predik, de amúgy az kéne. Nézzük, hogy beadja a kaszinóra, milyen mik a tippek. Ez egy rakásszar. Igen, nem. Lukasz, lőjük ki a kerekét. Én már kilőttem. Kilőttem a kerekét. Na jó, van. És akkor viheti tovább, nem? Aha. Jó van, menjünk csak. Figyelj csak, uram. Viszlát, uram. Köszönöm. Na egyetek már bolfaszom. Hát én kilőttem, én elsőre. Ez ki? Akkor most, hogyha nyerünk, akkor megszereled a kocsimat? Hát akkor bármit megszerelik neked, bátyja. Jaj, de jó vagy. Az enyémet is? Mindenkiét. Kétszer is. Még a bajas így, akkor is. Nekem a csontjaim kéne megszerelni. Nekem a szívem. Ja! Ah! Ember! Kanács! Hozzá se értem. Dehogy nem, kifigyeltél minket. Hozzá se értem. Az a helyzet, hogy egy hétig nem vezetetek motort elvileg. Me? Persze. Már besinálték a kezem, de mindjárt meg fogom azt letépem, én ezt nem bírom. Hát tiszta ideg vagyok, szétvág az ideg. Gyere inkább, gyertek a szívba, mert mindenkinek kell az ereje, hogy beadja. Valaki el tud vinni, itt vagyok a kórház alatt. Melyik? Nagy kórház? Ja, megyek érte. Ja, mindegy, beülök egy autóba. Csá, Joe, mi a helyzet? Csá, Joe, mi a helyzet? Szavaz, Joe, mi a helyzet? Á, mert van autómban, mert befutottam a publikba. Ott egy nő. Joe, nőt látom. Basszus! Már megyek is. Hoppa, aki már le is kopta. A Mundo már nyomja. Mundo intézi. A Mundo. Miért havas a kocsi? Szóly. Szóly, kudde? Lehet az imbré. Milyen imbré? Fasz imbré. A fasz. Be kell adja, Chad, be kell adja. Mindenképp be kell adja. Prége! Prége! Húf. Mély levegő. Mély levegő. Na, ezek mi van? Nem adja, mert akkor buktunk 2 milliót. Az nem baj. Nem? Nekem is van 2 millió, fel tudjam én is. De hogy van neked, életed nem lett annyi pénz. Életed nincsen, ha nem. Hallod, ha már ilyen sok pénzünk van, 300-700 kér, most van nekem
Aj, pörgetek egy hatalmat. Rakd be, tárolóba, azt mondja, kimossuk. 1,6 millió 670 ezeret fogunk felrakni. Pontosan az 3,2 millió lesz belőle, a beadja 3,3. Az jó, és akkor felfelezzük. Nem tudod adni, mi a szóval. Mit, nem, mit adsz nekem? Zseton. De mégis adok. 100 zseton, arra néz közbe, bátya. Na most már akkor több így. Várunk mindenkit kasziba. Ez így most tényleg több. Oh my godness. Doki nagyon komoly. Ez nem is Doki, ez Joe. Hogy nagyon komoly ez izé. Ez kalap. Mondjuk a hajjal egy kicsit átficálgat, de... Hát jaj. De amúgy van még egy jó pisztolytáska, csak az a baj, a kolort nem lehet viselni. Ja, vágom, ah, igen. Az elég bajom, pedig az kurmenő. Mindenki, milyen fura, hogy egyre többen beletődik fehérbe. Gyász kiviszi a testedet. Még pedig is fehér voltál, Doki és Show Tristina, amit naponta vált színeket. Én meg színes vagyok. Amúgy, na amúgy, most ez a szettet tényleg jó amúgy. Én meg szaka. Ez az eltökelés. Meg a maffiás. Amúgy tényleg maffiás. Ha most mondták, hogy itt vagytok a fogolásék, azt mondták, ne jöjjek ide, azt jöttem meg se iskolai, hogy mit csináltuk. Kíváncsi vagyok. Most buktam 100 000-et. Most 1,7 milliót rakunk fel. 14 millió. Hozzak én is, ezt felrakja, menj én is? Nah, majd úgy előáll, nem, elrontod. Hallod? A szerencsém, akkor nem szabad. Jó, akkor felrakod, és ha nem adja be, akkor hozzak én is, felrakom én is, ha beadja, akkor felezünk. Jó. Na akkor pakoljunk, menjünk. Persze. Mindenki itt van kaszinóba? Persze. Aha. Nem még. Nem tudok kérdezni, de jövök én is. Te itt vagy, anya. Miért itt vagyok? Mi van rajtatok mellé? Gyere, Ubu! Mik azok? Már rég levettem. Buzi letté. Nem már le a zsizsakot, nem csak feleged, Buzi. Ne itt felekedjetek. Menjünk, csapassuk. Na, Ubu, nyugi. Hát én így járok, baszki. Ez az asztal itt jobbra mindig beadja. Ubu, nyugi. Bocsi, akkor hátra még várja. Szíjjál egy cigit, nyugodj. Szíjjál le. Cigit. Cigit. Hát. Egyedül kell üzlöm az asztalnál, az fontos. Jó. Ne hülyetek be. Csoki, ne! Csoki, ne! Úr is, nem tudok felállni. Mennyi van, várja. 1-6-6-7-1-0-0. Add be. Elvittem a szerencsét. Énekelted motiváció üzenet? Már mennyi van, nyomom magamba. Kilókkal. Azt a mennyi! Ó, bassza meg a ló. Honnan van ennyi sablakötő tabletta? Jézusom. Ó, no. Most látom. Ez még jó lehet. Ragd a hetesre, főnök, a hetesre ragd. Ó, az jó, meg is áll. Az a baj, hogy... Most egy 10-es húz, akkor döntetlen, az fel tudjuk ragni újra, ez 18. Dibi. Arra neki. Viszont a húz egy 3-as, azt egy 10-es, amire ez jó lesz, megállok. 20-ra. Állj meg! Hogy húznék rá 18-ra, Kalács? Kalács, te figyelj már, meg! Nem azt mondom, de állj meg, azt mondom. Állj meg! Na nem szapasz, nem. Jó, hát akkor jó, ott mentünk, fiúk, jó volt a 2 millió. Könnyen jött, ment, így is van. Ember nem szihazek. Hogy tud 19-et húzni ez a kurva? Én mondtam. Nem fog rajta gondolni, hogy termel 3-as és 11-est. Aztán... Mi mondtam főnek, hogy kérjél még 18-at, hihetetlen nem hallgattál. Rá kértél, már 19 lett volna. Na jó, maradjatok csöndben, hát most honnan tudjam? Ráhúzok, aztán szerencsémet túlztuk volna, ezt akkor fix lúz. Lázadjunk már fel a főnök. Jó, nem, ez egy most veszítem. Nem baj. Figyelj, tegnap meg beadtam, most már nem, ennyi. Nagyon gagyi. Igen. Majd holnap is jövök. Instagramra főrakom, hogy elpukod 2 millió. Bekövethetlen? Várj, hashtag Béna Doni. Már elbuktuk. Vágod, 18-an volt. Azt felhúzott, hogy állsz ez a köcsög. 19 szelet. Akkor menjen fel még ezt. Itt van Jézus. Még 2 millió. Az igen. Pillanat is jött, jaj, bocsia. 1 millió. Van 500 jetton. Hát igazából az első mindegy. Én ezt nem bírom, ezt a feszültséget. Lefosság. Vissza kell rabolni az a baj. Cikizze? Rabardunk egy nemzetit, amúgy nem, ezt felrakjuk rá, a nemzetibe jössz ezek asszira gyorsan. Úristen, gyorsan, van a bajok. Vagy meg, nem bírom ezt a feszültséget. Igen? Még az lenne jó. Tudj erre, mit ilyen nemzeti túlsz nélkül? Yeah. Megnézem, hogy lehet-e. Legyen be egy hajnot is még mellé. Nem lehet. Nem lehet. Na, ez már tetszett, Kalász. Túlsz nélkül nemzeti? Aha. Nézzetek már, mert nemzetibe lehet-e pakolni, akkor felmax, beugrunk egyet. Megnézem. Amit tudj erre, mi lenne jönni? Múltkor nagyon jól menekültünk rossz motorokkal, azt kérem, hogy megint, nem? Kály, emlékszel, az kibaszott jó volt. Mire?
crossmodorok a menekülés, meg ha visszaemlékeztek. Ja, az működhet, persze. Emlékeztek, amikor izé facelifesbe úgy menekültünk, hogy ugratgattunk a minden izé ugratón? Hát bazzeg, a masznél, amikor maszkos hülyék voltunk. Meglátott minket a rendőr, aztán jönnek ide a rendőrök, két egység már itt van. Mi? Azért, mert mi itt vagyunk. Jaj, nem is lőjük le őket, mi van, hol? Kacsi, köszi a tényes hetediket. Akkor mindenki kaszíró elé gyorsan. Megyünk oda, megyünk oda. Meg itt hagytad a szörnyetege. Itt vagyunk, még kaszíró elé. Tartás javítók. Itt áll! Veszek mellényt. Nem találom a kiúta. Mellényt vegyetek. Mehetünk? Barátságos. Hazudtam. Erre zárják az utas. De csak az egyik felét. Mennyi ezzel fogod? Az a fegyver, onnan rész. Nem láttam. Nevedd már az illegális lőfegyverrel, itt nem lehet járni. Mit kell majd emberkedni? Ez csak egy műanyag vízipisztoly. Most értünk, jöttök. Most ez mi a fa? Most kéne elkikerülni őket amúgy. Mindjárt féne. Kérjük, kérjük, ezt menjünk el. Most mi történik itt? Valaki meg tőle magyarázni ezt nekem? Nem tudom, menjünk el. Hallod valaki, aki csak itt olyan diplomatikusan tudsz beszélni, nem kérdezed meg mi a faszt akarnak szépen? Igen, Csoki, menjünk. Jó, menjünk okay. Már oda, hogy mennyi. Biztos urak, elnézést már zavarás. Mi a gecit akarnak tőle? Úgy érzem. Némák. Kérjük, kérjük, ezt menjünk el. Menjünk a faszomba, nem beszélnek ezek. Hát jó. És komolyan ide jöttük csöndbe maradni. Még több erősítés jön. Kaptak egy bejelentést, mi szerint itt lövöldözés folyik. Nem történt lövöldözés. Van nekik, hogy lelőttük az osztót. Csak ne hagyjunk itt senkit, mert elkapták őket. De menjél, a kocsi megy leggátul. Megint. Szívjatok le, köcsög rendőrök! Tudom, elálltunk. Ez a kaszinó mentek be amúgy. Ja, hát ott lövöldeztem. Álló, nem akarnak minket elengedni, úgyhogy menni kéne. Kik nem akarnak? Hát itt rádiózta a rendőr mellettem a kocsiba, hogy engedjük el őket, vagy ne engedjük el őket. Bence, köszi reggelyet, és tizediket, köszi szépen! Ilyen városrészben vannak ennek. Azt hát figyelj, vigyük el, akkor bár rendőr túlsz a nemzetire, nem? Menjünk másosbe. De vihető a nemzeti? 6 perc, azt mondta Joe, hát ez... 6 perc. Szóval akkor majd crossmotorra le kell cserélni a motorokat, vagy nem tudom, én most nagyon menekülnék crossmotorra, nem tudom, hogy vettek vele. Jaj, az mehetne. Van elég. De ezzel nem ugratszgatsz össze-vissza, öreg. Hát jó, de ez nem olyan jó lesz. De kocsival akarsz menekülni? Hát odaadom neked, azt majd te menekülsz, én megmutatom. Nem, én a magam nem bízom, akkor nem. Mondjuk azt. Akarban nem bízom, csak bennem. Na most majd stadibálj majd neki. Kivenne a Velociraptorra. Köcsök rá, mert szívjatok le. Menjük ott. Jönnek eljött a kocsival. Persze, utánuk találtak egyben, mert sohoda kiabáltik, köcsök rendőrök, szívjatok le. Hova megyünk? Menjetek. Esetben, persze. Szereltetünk egyet előtte. Ez a Raptor? Ja, ez mi vagyunk a Veloci, ugye? A Sky? Jó. A City. Hallod, Diablo, mi vett rá, hogy ilyen dudát rakja be az autóba? Hát ezért nem ilyet akartam, csak hasonló volt, ami emlékeztet egy bizonyos hangra. De... Ja. Milyen hangra? A fene gyerekekre, tudom, volt az a film. Nem ismerem. Csak a szuper csapat. Ja, jó. Az is jó. Na-na-na-na! Na-na-na! Na-na-na-na-na-na! Na! Bocs! Sajna lúzzaltok a 2 millió, de hát nem baj. Legalább kiment 2 millió a szerverre, gondoljatok bele. Tü-tü-tü. Meg elhagytam Sandybe is itt. Hogyha most elkapnak 3 órát, hívsz. Követőjük. Csak nem ülünk 3 órát, nem, nem kapnak el. David mondta. Igen, 3 óra. Ah, akkor én lakom. Hallod, valaki nincs kell az, mert nézér. Robbanó anyag, oké? Okay? Elmegyünk mi Dave-vel, ha úgy van. Ja, mi álltak, hát nektek nem kell szerelés úgyse, nem? Nem. Te elkaptak mindenkit, beküpök. Jó, amúgy lehet izé, hozzatok vissza crossmontrat, nem? Évi, most tudsz vezetni amúgy? Ha, most tudok. Hú, nagyon jó. Én viszont nem igazán, de megpróbálom. Nem baj, hallod, Max izé egy kézzel vezeted. Ja, annyi. Ez nem is jó. Ez nem jó. Szia, Joe. Nem. Miért megy még mindig Amenó amúgy? Be se vált az Amenó amúgy, az nem kellett Amenó, az basztál az egészet, chat. Múltkor Amenó nélkül beadta. Már nem vagy Amenóban meg nem adta be, hogy van ez?
Ma, szerintem menet gén az X-Faktorban tűzvarázsa, vagy egyetértek? Gondoljátok bele, oda megyek. Vagy szerintem múltkor láttam azt az öreg, mi a neve annak a csávónak? Mi a neve annak a csávónak? A nagy vadállatnak? Laci? Nem tudom mi a neve. Fogalmas is mi a neve. Ja, szerintem őt láttam az öreget. Irénke, nem? Nem Irénke. Nem arra gondolok, csak nem arra gondolok, várjátok. Tudjátok, kire gondolok? Jó. Oké. Nem így, hogy hívják? De! Gáspár Laci! Azt szerintem múltkor láttam Pesten. Az öcsköst. Elég komoly várdája volt mondjuk. De régi volt ez már. Mennyi pénzed van? 1188 dollár. Köszönöm, ez az apukád lehet. De szerintem nagy papám lehetne konkrétan. Mondj csak az apukám. Milyen kocsia volt? Az, ami nem ismered. Nem ismerem az autókat, az a baj. Oda kéne a piros garbó. És annyira nem figyeltem amúgy. Teli van pénze. Passzoljál, én kapom a számlát, akkor gondolom, ugye? Most bukott 2 milliót. Most dugott 2 milliót. Fenn van Instán, uram, lájkolja. Itt van Instán. Itt van a hashtag Doni elbaszott 2 milliót. Hashtag Béna Doni, úgy van. Jó, tényleg Béna Doni. Megis a számla. Mindjárt csinálom diagnosztikát. Na bassza meg. Jaj. Mi csináltok? Úristen, te hagyod. 300 dollár, ez easy. Rácz Gézára gondolok? Jó, hogy Rácz Géza, ő nagy tag. Mondj, mindig nektek nem szokta feldolni TikTokon Rácz Gézát? Nekem folyamatosan. Nem tudom, lehet azért, mert hatalmas fan vagyok, de bármikor TikTok azok minden nap látod elég Rácz Gézát. Nem nézek TikTokot? Szerintem ez ritka már a mai világban amúgy, aki nem hozza a TikTokot. Azt sem tudom ki az, addig jó, meg akarjátok nézni ki az a rácki? Á, nem, senki nem érdekel senkit. Sokat nézed, lehetséges. Imagine TikTokozni, hát ember unatkozik az ember néha. Ja, akkor csinálj. Persze, minden mellett. Hát alvás előtt mindig. Hát, de miért lenne baj, nem nézek TikTokot? Én amúgy mindig csak izél alvás előtt, tolom egy kicsit, aztán ja. Viszont ezt nem vesz élet ki. Na jó, mennyi nem szancsi? Nem szavazok rá, te köcsök. Az autónak örülöm, hogy te hát és a töréfűstől, igen. Diaglónak. Szemben egy fokkal, az igen. Ja. Blablónak. Mehet a nemzeti kolorba. ICOC keverés egy hétet ér el, kettőtet addig. Legalább addig nektek tudom magyarázni az embereknek, hogy RP-t akarnak, miért nincs RP. Kibannolt a 2 hétre. Ki tudom bannolni magamat amúgy? Biztos. Hogyne? Az jó amúgy. Gondoljatok be, megmondom az RP-t, kibannolom magam, aztán arra fogom, hogy kibannolt valaki. Egyet szívem, hogy nem is vagyok olyan buta. Napról-napról új dolgokat tanulok meg. Érzi. Ödönnek, igen. Ödön. Rezgésekből meg tudja ellepíteni a piros. Megszerelhetett a gondolat. Szevasz, Ribona. Nem is vagyok olyan volt, de persze. Valaki eljön, nézze, egy cross motor ér velem? Várja, ne siess fölni meg a számla. De kaptam már egyet, haló. De még a motor. Hát mindent, hát hagyjunk. Hallod ember, ne viccelődjél, mert nincs ennyi pénzem. Nem lehet izé betűlegszer fizetni. Hát nem, jó, de hát szerint a számlában tartom a pénzt, azt hiszem, hogy székkasszába szokott lenni a money. Ja. Jó, nem baj, ma megszerelték, majd el. 888 dollárom van. Az elég. Jézusom. Hát az, én nem kapok fizetést. Hashtag csóródon. Na jó, ne posztolgass ilyeneket Instára. Én nem kaptam gempát. Az igen, csak azért hogy itt letép valaki fejét. Jaj, törd el a gyöket. Elegem, mondják, kilkolózni kezdve. Nincs szükségszerelése, csak odaálltam. Jó napot, uram. Az úriember nem akarja kifizetni a számlánkat? Melyik? Maga. Most rúgták. Én? Ki rúgták? Miért rúgták ki? A gatyájából. Uram, most rúgtam 2 milliót kaszinón, leégtem. Nem a miénk, most a farm, a barát, meg menjünk volna megbeszélni, kultúráltan. Na jó, kultúráltan megbeszélni, mondd meg neki, hogy feldugom a faszom tehenét a seggébe.
Van egy kis baj. Ő mindig ilyen diabó. Hogy nem? Ideig a számlázat, amúgy lehet nem lesz pénzzel kifizetni, mert nem tartok a számlámban, de reméljük. Mennyi lesz? 4 összesen a 12 akkor. Jó. Akkor Reinek, Reinek. Majd odaadom a kasszába. Két ablakért kaptam 900-as számlát, tehát két ablakért. Összetörték az autóját. Az igen. Kicsoda. Az a szakállak, ez egy Jumanji fejű. Na, szerelőre kell mondani. Jó, hogy nem tudom, hogy megvan. Só, az összetört a kocsit, bassza meg. Mondjátok még egyszer, Davy, most mi van ott? Elvileg felhívtak, hogy menjünk oda megbeszélni kultúráltan, hogy mi az, hogy miénk a farm, mert ők egy állami cég. Sok sikert. Én átadtam neki itt a csodás üzenetedet. Az mit mondott? Semmit, mert rácsaptam a telefon. Szép munka. Hát név nemzeti trablóban, meg majd ráérünk egy kicsit később. Jó. Na, gyerünk haza. Nem haza. Hát publikba megyünk. Motorokért. Izé, cross motorért. Hallod, Csó, ugye tudod, hogy ez a te számla az öreg? Nem. Mit annyi pénz? Tudod mennyi pénz? Én nem tudom, hogy 5 méterre hogy tudtad összetörni így ezt a kocsit. Na, gondolom, hátra felé. Én is ezt mondanám. Hát igen, nagyon rossz volt. 600 dollárom, majd most itt nem tudom fizetni, sajnálom. Hát... Na várjunk, az, lehet letékeztem, mondjuk rá se indítottam. Le van, igen. Hát az gatya. Nem, majd a piros garbós, hogy kifizetni. Na, persze majd. Küldöd a 600 dollárod, aztán úgy lesz 1400, amúgy van pénzemre. Jó. Az a baj, nem tartok, Maze Bankba lehet lenne pénzem, de... Mennyi lesz, uram? 900 összesen. 900, akkor... És mennyi van? Hát utalj izét. 12 dollárt. Na jó, hát mi az? Csak fel kéne kelned az földről. Kezdjünk túlszokat fogni, hogyha csak rossz motoron vagyunk. Persze, menjetek csak. Nyomjátok. Csináljátok. Mehettek többiek is cross motorért mindenki. Ja, menjetek rosszé. Akinek meg van Malfallens motor, csak zárjátok be, ne hagyjátok ott valahol. Csak úgy. Majd én adok neked egy amácsó. Lehet hozni, ezért is otthon, itt is ami otthon van. Aha. Igen, otthon. Jó, vezess, én nem akarok vezetni. Egy kis baj, az oktopuszosok épp most állnak be a nemzetihez. Az, de én baj. Ennyi volt. Menjünk, fegyverzzük le őket. Adom. 6 darab autó, mindegyik 4 személyes, 7. Meg is van a túl. Köszönjük, hogy menjenek el. Korhatan vannak. Ja. Le kell őket fegyverezni. Arra bajban lövöldözés le, nem fegyverzés. Akkor lövöldözünk. Kapjátok el! Mindegyik golyó állóban van, hogyha jól látom. Na mi is. Ez a beszél. Amíg tankolunk még. Annál ott kanna? Nem, de itt a kút nem messze. Mondjuk készpénzem nincs, ne abbasszem meg. Van kanna nálad, akkor megállunk a nemzeti előtt tankolni. Aha. Hú, de nincs FPS-em ezen az úton. Hűha! Hát, ezek a szét kell lőni. Mi már egy éve nem robolunk. Várjál, megtankolom addig ezt. Mondtam már túlszak is bent tudni. Hát ez nyomós, ez nyomós indok. Kedves ajándék, hogy odaadjátok meg ezt. Á, nem, azt hiszem, hogy gyűlöd. És ha fizetnénk ér... Beszél a srácaival, de megoldható az pont, hogy elmenjenek. Ezres darabja. Ne üzöljétek őket. Majd mindjárt jön a főnökhöz, ne tárgyaljunk. Beszélünk most, mert talán nem akarják. Mert nem akar veletek beszélni a főnök valami. Ja, azt mondta. Azt mondta, utált titeket. Nem szeret titeket, ja. Nem én mondom, ő mondja, komolyan. Rádióban mondja. Persze, itt van, itt bele itt rádiósz a rádióban. Ne fel, ne hallgass, hogy az inas, akkor ne hallgass. Álló, csoki. De még én fizetem a számlát, nem? Ezt nem javították. Most akkor mi van? Mi legyen? Beszél a srácaival, elvileg mindjárt visszahív. Azt a micsoda lóerőt van.
ez jó, zsákmányt elfelezzük, adjátjuk. Na? Hát azt nem azt tömszer is videjük. Na? 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 Úgy okés. Plusz már kellek a Dani, na, gyere fönti társad levelet. És ennek mi a feltétele? Odaadjuk minden estől túlzástól, a zsákmányt elfelezzük. Nekünk az jó. Nekünk is. Akkor elmegyünk, bent van, azt hiszem 10 túlz. Na, az fullas. Meg akkor lelépünk, és elfelezzük, oké. Jó, van, jó, van. Jó, nekem az teljesen jó. Jó, srácok, lelépünk. Igen, az egészet adádom igazából, azon múlik. Ja. Kell a far, kell a szarnak igazából a pénz, csak hüllözni akarok. Nekünk podcast. Hát akkor majd odaadjuk az egészet. Jó, oké. Most bukott te 2 millió. Megyünk, srácok. Ne kerüljétek börtönbe, fiúk, mert az... nem. Nem éri meg. Én nem akarom. Ez ilyen 3 órás történet. Hát az baj. Gyere, so, hozzunk kizé cross motor. Akkor vegyétek át a dolgokat bent, jó? Van cross motorja? Nekem van, neked is van csoki, amúgy, nem? Már van cross motor, aki akar fel, menekülhet fallenes motorra is, de én cross motorra akarok. Itt vannak már a rendőrök. Jó, hát én még elmegyek egyél, biztos. Max, nem, Max neked nem azunk, nem felülsz meg én. Davidbe mész, hogy ezen túl sokra? Na jó. Én is itt maradok. Jó, jó. Fullas, fullas. A rendőrök ott vannak már? Itt maradunk, Joe, Doki, Davy, én. Itt maradunk. Csucsok meg vannak hozzá? Nem? Akkor hozom. De elvileg valaki hozta, Davy-ék hozták. Davy, Kai? Igen, igen, itt van nálam. Akkor jó. Egyik tusztán akarom élni. Ki az, aki ott sétálgatsz a pallár? Ez egy év lesz, mire betölt, Jugi? Hát? Nem egy tuszt, aki ott kiment? Úristen, mi összek meg? 8 darab van. Kell neked is egy ilyen? Nem. Csak 8 van. Nem akarok menekülni, mert ezt elbaszom, és 3 órára be kell egy börtönbe, szóval. Hát így rád én baszom, mert most a biztatóbb. Hát, legalább együtt kezdünk be. Van egy nagy tervem, azt fogjuk csinálni, mint Murka Kája. Amúgy ilyen nagyon komoly ugratókon fogunk átmenni. Ezek a rendőrök köpni nyelni nem tudtak. Azt se tudtam, hogy mi történik? Ja, semmi, oda álltam mellé, kifutott egy túsz hozzájuk, azt mondja, elraboltak, elrabolt. Előhúztam a hevét, mondom, pattan vissza a bankba. Ezt köpni nyelni nem tudott a rendőr. Még fel kell érniük. Tisztelt, jó napot! Tiszteltem. Zegé. Nem, mert amúgy szegény rendőröget szemt, hogy nagyon el vannak veszve. Na, nálunk be a bankba, és már tudok ki a csinálja. Erre nem állnék be azért a bankba, bátyja. Hát jó. Abba, nehogy itt lefegyverzés legyen, azért létszámban ott lesznek az öcskösök, szóval ne legyünk teljesen pofátlanok. Igen, főleg, hogyha itt lesz a serifség, meg a rendőrség, az szép lesz. Főleg, hogy most utálnak minket. Hát, mint a szar. Üdvözlet! Hogy vannak az urak? Motorokat tankoljuk. Kicsit szomjas vagyok. Hát meg vagyunk. Leszerelés kéne egyrészt. Mondanám, hogy adok, de én is szomjas vagyok. Most szereltünk. Azt mondanám, hogy adok, csak én meg smucig vagyok. Köszönöm, uram, a gumicukrot, nagyon kedves. Tudom. Kinek van? Nekem is van gumicukrot. Én fallennes motorral megyek. Én is. Kint maradtak vele? Hát aki fallennesen megy, az vigye a pénz, adjuk oda az oktopupákoknak, hogyha már izé jó fejek voltak, úgy csak el nekünk nagyon pénz. Jó. Húzzuk le őket. Sok kanyarodás, és nem kell gyorsulni. Hát... Csak ki az, aki nincs még itt amúgy? A bombákat meg ezeket, csak nem vagyok benne túl jó, az a helyzet. Én jó vagyok benne. Siessetek abba, hogy már rendőrség, már itt vannak, Léci. Ja, és 3 kilométer. És akkor ők akkor azt mondják, hogy én nem mehetek be. Megfogom, és át. Tankoljátok meg az összeset amúgy lejtszik közben. Ha? Jó, mehetek vele? Na most ne szarakodjunk, mert múlt és... Ugye emlékszem, amikor futottunk a rendőrekkel, azt lábon lőtt. Hát most nem fog, most nem fog, mert azóta megtaláltam, jó felkartam, mert én nem leszek jó fejecskös. Az igen. Hát azóta Málce Kájjal úgy menekültük meg, hogy nem voltam jó fej. Lábbal lettünk kettőt is. Ki kell törni a nyakukat. Hát itt nem fogok. Ahogy félszállt, ugrok meg itt. Nem, nem. 150 metrem megy, bazd meg. Azért, mekkora buli lesz, gondolj bele. Redrök, csak azt fogják nézni, hogy lögdöslek lefelé. Nem, én hát lögdösni fogok, hogy dobálom le a szöges drótokat. Ilyen, honnan van neki a szöges drótokat? Mario Kart? Kinek nincs? Így, spanárokra dobálok át. Miket kérjünk? Olyanokat kéne kérni, amit még nem kértünk eddig, nem? Ötletek? Kokain. Fessék át a rendőrautókat lilára. Hát olyan van, hogy kérem, amiben bele is mennek. Na várj, van, vannak ötleteim. Itt van mindenki? Még a Balázs nem.
Shaft, te írtál nekem SMS, de az mit jelent? Hát, kint figyelem őket, már... Ja, nem akarsz ilyen... börtönbe kerülni, punci, vagy tudjuk. Te nap is börtönbe kerültem. Hát, mert balfasz vagy. Én az izé motorra még fixen ugratgatni fogunk a showval, mondjuk. Aki fallenes motorra van, az annyira vállaljon benne ugratókat, a choppernek nem minél, hogy ott lenne. Kanyarodni kell vele csak. Gazdag nagyon kell, hát akkor berádiószak a szemlékeretek rossz motorra. Hát meg amúgy létszi olyan jó oldalás, az, hogy felmentek gazdag negyedbe, az két perc után vége. Hát menjetek ki pályára, kicsit játszatok velük, nyilván a geciskednek, akkor próbáljátok meg kijátszani a rendszer, de ja. Aztán lehet megint netrózás lesz, mi? Hát én fix oda megyek. Meg beadom az izét, a hajóállatós ugratót is. Na, fullos. Az túl jó. Az a baj, az olyan könnyű elbe, á, nem baj, nem baj. Hát ugye valaki a kerítésbe csapódik, mint ugye. Guy North. Ne bassz, nem történt. Sorompó volt, uram, hát azért... Kire várunk? Itt van mindenki? Kalács? Itt vagy. Akkor mehetünk? 9 motor van csak itt. Akkor durrahatunk? Csak 9 motor van, hányan vagyunk? 11-en. Akkor még hiányzik. De show velem jön, show velem jön, Shaft meg nincs itt. Akkor durrahat. Nem baj, ha lassú lesz a motorom, hát legalább lesz egy jó üldözés. Gyertek be! Gyertek be. Oké, gyerünk már be. Gyere be, öncse. Megkeresem a mosdót addig itt a bankba. A főnöknek kakin itt. Húgyozzak csak! Valaki így nyissa már ki, hogy fönn van a WC-be fog húgyozni. Az a baj, hogy... Hát akkor pörögje. Nálad van? Nálad van akkor. Csak menni fog az elkelésbe, átjárt most. Annyira nem lehet nehéz. Micsoda? Ha nekem sikerült, akkor neked is fogunk. Hát igen. Ez mondjuk jogos. Ha nekem sikerült, akkor főleg menni fog. Amíg Kalásom is lát. Fordulj. Elkapnak minket olyan chat, vagy nem? Amúgy nincs is mosdó ebbe az izébe amúgy, nem? Kéne még izé. Van egyáltalán WC ezen a mapoláson? Megoldjuk itt. Elugrok addig pisilni egyet, pillanat sem. Egy ember még jöjjön már pakolni. Viszem a külső pénzt. Megvan. Olyan lövöl, hogy visszatok, hogy talán mondom. Hál' Isten, végre van. Fel, vannám, fel, kokó, minden. Ray, Shaft és én kint leszünk a gazdag negyedbe, és nézzük, hogyha be akarnak menni. Doki? Haladok, rohanó. Kell még ember? Nem. Adam. Nem, nem. Azért maradok, ha netán, nem valaki nem látna. Na de! Tudjátok mi az, amit még nem írtatok be a mai streamen és nem nyomtatok rá a felkidegékettél? Ez még rémelt is amúgy, Getsz! Egyre jobbak ezek a promó szövegek, nem? Amúgy tényleg, ha ingyenesen szeretnétek támogatni chat, felkidegékettél, ennyire egyszerű. Rányomtok a linkre, bam! Gyakorlatilag. Olyan, mint a szabolnátok, gondoljatok bele. Azt mondom, hogy... Atya meg még fajtalankodott. 2, 4, 6, 8, 9. Köszi a százast, Zsatov! Nem fogod beengedni őket, atya? Komoly CZBT-ből, PROG-ZBT-ből gondolni. Nem kérünk az egyik túlszél jó sok kaját, pizzát, meg ilyen csokival megéhetett. Már éhes lettem, fasz a pepperoni is főnök. Aha, dupla sajtos. De nem vagy éhes, vagy szomjas fönci. Á, nem még, de pizzát kérhetünk úgyis. Végettem valamit. Gyógyszer kéne, hogy kicsit gyógyszer. Gyógyszer. Van lehet, hogy nekem is jó van egy kötszert adnám. És altató meg ilyenek. Altató meg egy kis izé kokain, tisztított kokain. Tisztított kokaj. Azt kell az én szervezetembe. De jó néz ki. Akkor jön be, akkor énekelj egy kézzel Star Wars-os, tudod az a... Hogy vannak az urak? Mindenki jól? Remekül remekül. Ez nem Star Wars, ez a...
Szomjasnak a zenéje. Én is. Hát Dark Vader. Szomjas, az egy narancslé van nálam, de vagy a rendőrökre kérünk. Én vagyok, Star Wars-os. Maga itt? De azt hittem a másikra gondolsz az a... Mi a kedvenc szám az úrnak? Igen? 883-as. Narancsolja. Meg is hitatnál meg kérünk. Ja, be van kötve a keze? Igen, bocsánat, csak gondoltam, elfutok, mert ez jó lesz. Hát akkor megfogjuk a balra, aztán tessék. Isaki a szállt, uram, gyerünk! Köszönöm szépen! Én is kaphatok én valót? Az a baj, rá elfogyott. Valakinek van még piája adni a túszoknak? Igen. Nem vettem mióta. Jó fog tárgyalni. Mi? Nem, Akkor nem tárgyalunk. Dehogy nem tárgyalunk én. 15 másodperc. Van már kint valaki? Ó, vannak, igen. Valami öltönyös faszik is kint vannak, gec. Gyertek már be! Azt a kurva nyugodt. Nyugi, nyugi, csaki, nyugi. Csaki, csaki, most ez nem kell elgerni őket, mert szét basszak. Meg vagyunk fasza. Sokan voltak. Most ki vagyok, kemény ember. Gecik. Gyertek, bazd meg! Bárki tyühe! Engedjétek be őket, légy szíves! Jó napot! Bocsánat, csak elálltuk az ajtót. Jó napot, te jó vagy. Igen? Jó, temetkezési vállalkozók. Nem, önkormányzat. Na jó, inkább nincs szüksége mennyi emberre, kettő menjen akkor. Ezek még ügyvédek. Már kellene a porszívó ügynökök. Na! Hú, de hangos ez a kibaszott csengő. Az, alig értek valamit. Úristen, Men in Black. Az. De még mondjuk, nem. A szemüvege nem mindig hozzá. Valaki nézi a túszakat is? Végre kutatom. Nekem is a szemüvegem. Ó, ez is isek lett. Hogy vannak, Doni uram? Úr, remekül, köszönjük szépen, maga! Szokásos kérdés, rágyújthatok? Persze! Ja, várj, köszi a százas sírt! A utána gyújtok rá, jó? Jó. Megnézem a túszokat! Gyújtson rá a túszokra! Az igen, nem bántjuk őket! Hát, 9 darab van, ahogy számolnak! Mindenkinek azt mondja... Hallott, Tomás, te vagy az? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Jó, rendben van, másodjára tudok számolni! Jól vannak a túszurak? Jöjjek a tatóra. Igen. Jó, rendben van, király. Ez a beszél. Nem tudom, nekem én egy most rágyújthatok. Ide, mert minket ide hívtak. Nyugi, ő csak néző. Maga miért néz, uram? Hát, jó, egy túlszél szeretném, hogy becsuknál a szemét itt az úr. Ezért provokálsz itt, ha? A nézéseddel. Az igen. Én nem provokálom. Maradjál csak csöndbe. Hallod, Murphy, van a Jack? Nem könnyű. Nincs. Ne! Mi lenne, hogyha akkor egy túszér kimenne az úr? Nem, akkor maradtad. Kettői. Legyen kettő. Jó, két. Ne. Csoki. Másik drágyban tárgyalt, bassza meg. Boldi, köszi szépen a 15. 6. hónapozatsát. Vagyis hát soha nem mondanám. 9 darab túsz van. Az én kis fallenem. Így van. Szeretlek, kalács. Na, mit szeretnének, Doni uramék? Kaját, meg piát. Szomjasak vagyunk, pizzát. Három doboz, 45 cm-es sajtimálót szeretnék. Sajtimáló, jó. Köszönöm. És azért mi mennyi... Meg piát. Pinát mondott, mennyi... nem piát. Mi? Ja, piát, nem pinát. 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 Azt mondta pina. Mindkettőjét, persze. Kurvák, drog, minden. Jó. Ezért mennyi túszt kapunk? És sárkot. Egy fele. Aha. Szerintem legyen olyan három. Három túsz. Akkor három is jön. Doboz pizzánként egy, igaz? Hát 20-20 kaja mondjuk, tegyük fel úgy. 20 kaja. Ja, meg legyen egy zsák. Igen. Meg egy pinyáta. Jó. Éhezünk sajna, uram, nincs valakit pénzünk. Valakit össze kell verni. Jöjjön be mondjuk ez zöldtönyös pinyátának öltöző, azt megrugdossuk. Hát, ha is ki belőle cukorka. Az igen. Na, áll az alko, azért kapnak még fél túszt. Na, valami gyerle közlöm. Imre, szeretnének 20 ételt, 20 darab pizzát, 20 darab kólát, és ezért kapunk 3 túszt. Meg egy zsákot. Zsák. Kéne zsák. Zsák a fontos. Pontosan. De nem olyan zsák, uram, olyan pénzes, hanem a fejre húzható. Hát mindegyikből 5 darab, és úgy kijön a 20. A zsák. Plexi, köszi a 300-esért. Ja, még egy zsákot is szeretnének. Hype-vonat van, oda nézzetek! Bocsabb! Szelektív a hallás. Hát milyen zsákot szeretnének? Mondom, amit a fejére húznak az embernek. Hát nincs zsákot. Nem, olyan zsákot szeretnének, amiben a fejét bele lehet húzni. Üres. Tudod, ilyen kukás zsákot, mint amilyenbe hánytál. Nem hánytál ki a zsák, nem értem?
De csak azt mondom, hogy olyan zsák, mint amilyen behányott. Én ezt az embertől nem bírom tovább. Hát na érti. Oda néz, Gábor, köszi a gittet a 16. csatornán. Freundi Vájnek, köszönöm szépen. Simában megy. Köszi szépen, Gábor. Gyere vissza, gyere vissza. Kérdezzetek addig egy olyan, tudom, hogy van ilyen útakadály, meg ilyen hülyeségek, vagy nincs? Minden van. Na, hát bassza meg. Sheriffek vannak? Azok nincsenek. Na, helyes. Ha a rendőrök nem szeretnek minket, attól tartok. A sheriffek igen? Na, azok se, de a rendőrök még, is, még annyira se. 11. A pizzás az üres, nincs. Úgyhogy más étel. Hát akkor valami más kaján. Fánk? Fánk, jó lesz fánk, igen. Akkor fánkot kérnek. És a kóla? Hát, az a kóla az fix. A kóla az szerintem igen. Hogy ezt a végén narancs. Köszi, Betty az újabb szállat. Milyen van az úrnak? Ez kurva jó, ez valami új fizura? Na végre valaki látja? Minőség. Minőség, zsírnak hívják. Nagyon gondolom vagyok. Minőségi fizurákat. Mi a blódészként egy lecsúszott alkoholista. Minden nap bekenni a haját libasírra. Az a probléma, hogy így nézem ezt az oldalsó lelógó részeket, úgy vibrál a szemem, hogy beleszédülök. Ez azért van, megtéveszt az emberek. Oda néz, első szint teljesítve. Közi szépen, mert meg itt a falkáj percek mindenkitől. Köszi. Annál kevés vibrán. Jobb dolog van. Mármint, hogy mi nem ide elnézést, rosszban kablás. Köszi szépen, Betty. Próbál, jó, mindjárt hozzák az ételt, azt akkor megvagyunk. Gyorsan méhes vagyunk. De amúgy... Ki van bármilyen? Nem szívóló volt az öreg kavics tegnap OC is veled. Az igen. Akkor miért ide járnak rabolni? Nincsenek saját bankjaik? Nincs az saját hozzá. Az a baj, a pénzt odaadjuk másra, felajánlunk Charity-nek, nekünk nem az kell igazából. Csak hogy tudják, hogy jelen vagyunk. Tudja, hogy vele. Hát az ezzel már megvan, szóval rabolni már nem is kell. Persze, a pénzt ezért Charity-nek adjuk, valami oktopupák. Oktopupák? Ez volt a Charity neve, oktopupák, a polipoknak és a valamiknek adunk pénzt. Igen, oda kell. Hát ilyen, tudod, ilyen fura Charity, mint az ilyen... Hát, mint a kutyákra is lehet gyűjteni, nekik is lehet, ezt oda donételjük. Ah, hát, olyan, mint a rekkalapítvány. Hátul se igen, rendőr, igen. Se semmi nincs. Hát ez mondjuk tök cuki. És mire gyűjtenek, milyen áru a gyerekeknek? Valakinek nincs olyan áru a polipoknak. Valami ilyesmi, igen. Polipokat mentenek meg a vadócámba. Vaginára, azt mondja. Igen, mű vaginára. Ez éti, köszönjük, és az állásért. Csak szöges. Tehát, hogy maga az, aki szereti a vibrátort, meg még az onált is. Most már kezdem kiemelkedően érzi magam, hogy igen, én nem tudom, mi történik már tárgyalás, hogy őszitek. Hozzák a kajánkat? Igen, igen, az úton van. Jó. Kérdés, mindenki csak szomjas, vagy van, aki éhes is? Én éhes vagyok. Mi a kedvenc számomra? Itt beadok egy almát ide a szájába, jó uram, nézze csak! Köszönöm, köszönöm. Jó szállás, nagyon jó, köszönöm szépen. Ki volt még itt éhes? 382-es. Mi magának itt egy steaket ide rakod, nézze csak! Hát csak nem. Óvatosan, óra, óvatosan. Az előbb volt egy gumicukrot, uram, hát az előbb is megpanaszkodik egy éhes, normális. Mozdulássor, amit beszeretném mutatni. Hány a három ujjas mozdulás. Mi? Semmit. Élvezetet kapok. Mi történik kap. Egyébként? Gyönyöröket kap. Hát telefonálok pillanat. Nem, hát de akkor legalább adjon túl. Szevasz! Hello, figyelj, beszélnünk kellene. Mikor jó, még nemzeti bankrablása vagyok, de utána mehet. Jó van, akkor hívjál majd föl, légy szíves. Jó. Cső! Normális vagy kacsi? Ciao. Mi a helyzet? Hallottam, visszatértél, Sergio? Szi, Ászkabbamból kiengedtem. Oda nézzetek! Mi újság lenni? Mennek a falkacsírek 1000 millió egyel. Minden faszaibb nemzetén vagyunk. Nagyon jó. Figyelj már, hogyha végeztetek, kéne beszélgetni kicsit. Jó, majd még csak csibésszel is kéne beszélni. Még remélem nem jutok be 3 óra börtönöm, akkor szomorú leszek. Jó, hívjál fel a végeztet, sok sír. Jó. Cső. Ez itt a falkacsíredő, ennyi szám van, csak na jó, hagyjuk már csak. Hol vannak az igazi falkacsíredők? Hát megint... ugye neki ez esik jól. Maga megint mi a téma? Nem, de hogy Isten ment. Miért nem? A buzisám. Hát nem... gyere fönci. Hát most az volt legutóbb a téma, hogy köszi, a Diablo, hogyha megmaszhatja ő. Ah, mi a... Lát egy pillanatra elmi. Egy jó halál. Azt mondta, hogy fakannál. Csak ignorálni kell, főleg őt. Meg őt.
Engem mi? Hát én meg se szólaltam. Mert egy rossz buzi vagy. Kály, mit gondolsz erre a tárgyalással? Jó, rendben van, éppen arról tárgyalunk, hogy őszért meg akarnak engem basznunk ki, az lenne a legkisebb. Nem, ez senki nem akarja, csak Diablo. Akkor legyen 4-20. Akkor inkább... Nem, nyugalom, ne engedjük el ezt a megbaszást, légy szíves. Akkor rekedsz Steffi aztán. Várjál. Egy 68-at szereted? Mit csinál? 68 az mi? Hogyne. Beveszek egy cián kapszár pillanat. Nem tudja mi a 68? Nem, ő csak a 100-as tudja. A bőröm van. Én. Nem sietek, csak... Gyere. Csak nagyon hangosan beszélnek az urak, lehet, hogy suttogjanak előve. Szép vagy az agyam. Suttogjatok! Akkor menjen maga uram, itt a fejjel Jackie, meg a két pizzás úr. Rendben. Akkor köszönöm szépen. Csak a kezük van megkötve, ugye? Így van. Remek, jönnek, akkor fáradjanak előre. Ez igen? Normális. Mennek is ki ők itt hárman. Jó. Sarindulhat érta? Persze, nyomják csak. Nagyon nagy lövölde van. Sok sikert. Hol? Egyes bank. Most valami BMW-t üldöznek még a kollégák. Ilyezét, az Drifta utó. Így nem fog többet csinálni. Szerintem hagyjátok a BMW-t és gyertek. Ja, BMW. Egyes banknál mi történik, uram? Egyes banknál még egy rablás, és nincsenek serifek, úgyhogy ja, a szopó van. Lövöldözés van, nem? Igen? Rendesbe. Hát én... Úristen! Basszeg! Na jó, azt fejezzük be. Fejezzük be gyorsan. Menjünk, akkor segítünk. Mennyien vannak, uram? Tudnak üldözni mindenkit? 9 motor tudnak üldözni? Imre, van annyi egységünk, hogy 9 motor tudjunk üldözni? Te miért nézel ilyen csendbe itt minket, Én? Én csak a szóval behallgató vagyok. Nem. Üldözni. Te mély hallgatózó itt, amikor személyesen beszélgetünk. 7 madar tudnak üldözni, ki az, aki nem szeretne, ki az, aki felülne valaki mögé. Mi? 7 madar tudnak üldözni, ki az, aki felülne valaki mögé. Jó, felülök én, Magmurak. Az csat. Még valaki? Jöjjön uram, azt a kurva. Csoki. Haló. Haló. Szerintem a problémás szemem, de... Szívesen mennék motorral viszont. De ha kell, akkor felülök maga ki mögé. Más nincs. A jó katon a vérbe halsz, így van. Így van, már. Le tudjuk egyébként szűkíteni a motorokat hétre. Jó, rendben van. Na és akkor kinek adjam azokat a kólákat? Nekem ide, aztán majd szétosztam. Jó, benne van a zsákban, jó? Jó, remek. Meg mindig nem értem az önkormányzatos csávot. Én csak terhes. Csak kinyugodj meg. Ilyesmény. Gondterhes. Feni. Csaki az... Csakinek szerintem valami baja van. Mi az apát fasz a bajod van? Mi a kettív? Mi a faszom ütemzőt szoktál? A faszom kettív van már mindenhez. Nem tárgyaltuk valami másul, uram, mert ez itt kritikus. Jó, az így. Na jó, szeretném, ha felvennék balról az autópályák felé, a kaszinó felé a szöges drótot meg... Ja, utána meg beraknák a harmadik emeletére a fő kormányzatságnak, önkormányzatnak. Jaj, a nézésébe ütött meg, Zsotyó. Szóval, elveszük bal oldalról. Szemmel ver. A szöges, igen, és felrakják az önkormányzatnak a harmadik emeletére. Hát, az kérdéses. Az a másik része annyira nem érdekel. Fölvesszük, hogyha megkapom őt éjszakára. Na jó, én leléptem innen. Ebből szopás lett. Az a, de még milyen? Jó, mély. Részét nem túlszak, ezt végig kell hallgatni. Ennyi vagyunk. Hatan? Jó, nagyon remek. Szégyen, uraim. Három túszt adnék érte. Három túszt.
Igen. Jó, a kapunk 3 túszt azért, vagy hogy megbasztam az egyik elkülön. Nem, azért... Na, nyugi már egy kicsit, basszátok meg, na. Nem mondom-e még egyszer. Szóval Imre akkor balról... gumival vagy anélkül? Nem, ez nem, nincs ilyen kérés, balról szeretni felvedetni a szöges drótokat. Jó, rendben, szóval azt kérik, hogy balról szedjük fel a szöges drótokat 3 túszért. Faszom, bazd meg! Komolyan, piac, takarodj! Hallod, atya, nem lősz le? Ki? Engem. Te igen? 14. Szóval, 2 túsz előre kérnek. Jó, hozzuk. De mesztelenül. Micsoda? Igen? Na, figyeljetek, megszabadulhattok tőlünk és tőlük. 2 túszt előre kérnek mesztelenül, le kell vetkőzöd, aki előre megy. Ennyi a lényeg. A vedd le a pólód meg a nadrát, a rendőrök így kérnek, elvileg. Hát apjuk faszát, akkor nem. Azt mondta, hogy somag. Valaki bevállalja a pucéra? Hát figyelj! Persze, várj, elaltozom a kezedre, hogy le tudod venni, nézd így. Elvágom kis izé switchblade-emmel, így né. A drágot is. Persze, hát zsajnagy, a cipő barátod szerintem. Abba segít. Nem rendőrök elütötték egymást. De már félig le vagy vetközve. Motoros rendőrt elütött egy Viktóriás. Akkor a Simurás úr. Vetközzöl le. Jöjjön oda. Igen, elvágom itt a kis készet. Megfogom a szurat is, bocs, mert elhigalom. Itt az első pucér érkezik. Mi a fészkes fasz történik itt? Hol a túsz? Vagy melyik a túsz? Itt a túlsz, itt van, itt jön. Na, megy ki az első csoki fiú. Uram. Ki? Egy fekete, és jön egy fehér. Hol? Ott jön még egy. Úgy? Jojo. Megy a második vanília maci. Szia. Mi hova mutat? Mehetsz is, mehetsz. Menjél már, nem utogass, mert eltöröm a kezeidet. Jó, beszki. Jaj, a harmadik, ha felvették. Felvették, uram. Milyen helyzet? De mi a fasz történik? Haló? Megveri. Élvez, siki! Milyen? Haló? Mi a fasz? Mit tört? De nem hát tudom mit, vagy én próbálok tárgyalni, ez mindenki faszkodik amúgy. Nem tudom mi van. Jelentés, hogy a tárgyaló ver minket. Szeretnék bejelenteni, ennél bizarabb rablása még nem volt. Akartad. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi történik itt, de valami biztos. Én se, de... Írt, hogy a bejelentés, hogy ver minket a tárgyaló. Igen. Amúgy esküvőt nem kell lerúgni. Bevált. Keményen verni. Tényleg megírta. Megvált. Na, akkor megvan a szöges? Vagy állunk a szögessel? Egy pillanat is meg is vannak. Megint mondom, autópályán menekülni mindenki majdnem, aki felé fallenessel van. Adj már abba, bazd meg! Szóval... Bárki cseh, adja abba. Szóval... Aki felállni a sportolában, belemenjen a gazdag negyedbe, autópályán mehettek, aztán maximum izé. Ott lehet menekülgetni. Sikátor engedélyezett, kis sikátor. Felőlem aztán. Csak okay. Legyen hosszabb üldözés, ne 4 másodperc izével, áfával. 2,5. Áfa néki. Közben még a komédiára is be akarnak hatolni. Csak nekem egy ilyen behatolás. Csak nagyon kevesebb vagyunk. Mindenki be akar valóban hatolni. Ja, mi? Pucsit csak, vagy mi? Nem. Na, megvan a szöges? Hogy állunk a szögessel? 14, fölszedték, mert a harmadik úriember is. Na jó, de a harmadik, az utolsó 3, ennyit szeretnék, uram, hogy elkezdjük az üldözést még ma, meg ne legyünk előtt a motorok, autók, hát osztanak autót, ha akarnak. Én azt mondom, nem fognak jól járni, mert én tuti megyek ugratgatni, mint egy vadállat. Csak annyi, hogy ne üssék el a motorra lévő embereket autóval. Nem sokára megy ki a harmadik túsz. Jöjjön a harmadik. Következő 3-ért azt kérik, hogy eltettek le őket, el tudjanak indulni. Hát igazából le sokkarnak minket. Szép, hosszú, élvezetes üldözést szeretnének motorokkal. Hát nem is mondtam miért. Ki jön ki mögé? Hát azt mondtam, megém jön show. Azt szeretné, hogyha lesokkolnák és közben vernék a seggét egy gumibottal.
Most elmehetek? Mehet a túsz? Menjen! Mehet. A túsz. Na, jó, mondom, Kalán, se felülsz valaki mögé, meg akkor faszom, nem tudom, valaki nem még vállalja be. Nem majd a három okay. túszszal megindulnak, jó? És szeretnék egy bevállalod? Hallod, Diablo, hagyd abba. Kit vállalok be? Felülsz jó. valaki mögé? Két túszt kér az akcióprancsnak, és akkor oké. Okay. Hármat akarok adni. Hármat akarok adni. Jó, hagyd menjen. Figyeljünk oda már, légy szíves, kicsit basszátok meg. Kics. Mi van már? Megszólaltam gyászszervizetet. Jó, milyen szép hangja van. Mi van? Nem is csináltam semmit most. Jó, báze. Jó. Ez mi a faszom volt? Csak nem mutatott a passzák. Miért morci leszek akkor? Benéztem, Geri, ez szokása az hívően, fikázz a Dezső Bencét. Tessék? Vidd innen a kezeden. Ez Budi. Elhalapom. Hol a baj? Veszem tart a sáj valaki. Jó van, két pluszt akkor megkapjuk. Persze csak menjünk már menekülni. Hozom. Hát a két túsz, fussunk inkább. Megyünk. Pillanat, csak valami nagyon fontos dolog van elvileg. Nyugodtan. Mondjad! Halló? Hát itt vannak az önkormányzatok, és jó lenne belsőbb. Hát hamarosan jövök, csak mert mindig a nemzeti rablása vagyok. Hát jó, de most is csinálják az önkormányzatok. Hát mit akarnak? Akkor majd jöjjön a harmadik. Most nincsenek megelégedve ez a papírra. Hát, akkor mindjárt oda megyek. Gyere, hát gyere. Hát jöjjön meg, nem sokára, csak még rablom, annak. Ja, majd. Hashtag menekülés. Jó, halló. Hamarosan. Jó, mindenki figyel, nézzi, hogy megbataröljam az enyém. Mindenki tudja, hova ül. Kettő motort hagyunk itt. Akkor majd felültek valaki meg, aki fallen esem, ezt csinál. Jó. Menjünk. Gyere, show. Bízok benned. Ne. Hát most a muszáj. Vigyázzatok a kereszteződésbe, meg mondani, hogy mentő, jó elment. Kapaszkodj! Én kapaszkodok, nincs soha. Itt már ugratunk is. Azt mondod, hogy adja meg magát, pont? Ah, most. Azt hittem, hogy valami más. Ó, figyeljön! Ah! Izénél van bajom, hogy önkormányzat ment faszom paraszkodni csibészék, ez a csibész hogy állítottak ki olyan papírt, hogy nem vagyunk bűnözők. Tényleg? Igen. Hogy nélkül? Ezt kell mondani, tényleg. Inkább mivel hogy pap, és feloldozhat minket bűneink alól. Bíboros, bocsánat, de bíboros. Arra nem tehet, hogy már nem vagyunk azóta tiszták. Mindenki lerázta az emberén? Hát még nem. Én sem. Kapaszkodj. Nagyon kitartó. Én le. Viked! Mert sokkal gyorsabb, mint mi. Ez már két motor. Ja, nem elment. De még valakivel akkor nem jó fordul. Áh. Jó napod! Egyiket lerúgom. Ne fegyverre. Nem. Kapaszkodj! Kapaszkodok. Mi? Ez nagy volt, bassza meg!
ez ma azért nagyon volt, mint gondoltam, ember, ez nagyon megértem. Á, nagyon imádok motorra menekülni. Annyira jó, hogy lehet ugratgatni amúgy. Ez szerintem a legjobb dolog amúgy a motoros öltözésekben. Ha-ha! Azt mondja, mi az az autó? Ott egy autó. A majd az ott a... egy autó. Baszd meg. Nem. Nem. Ja, jó. Ah. Mi? Nem is vettek neki semminek. Ja, jó. A csopád ezt ugrat el tudjuk hagyni amúgy, csak ezt a üzét nem. Nem jó. Az a baj, nagyon, nagyon lassú a motor. Igen. Lehet probléma. Ez nem ér. De! Szép napot. Miért ilyen gyors ez a motor? Ajjaj, na, az a baj, egyre kevésbé érzem az, hogy meg fogok menekülni set. Mit mindig. Gondoltak? Mit gondoltak? Á, ne, még ne. Favágyunk, ki jött velem szembe. Én. Jó, arra hagytam lép, jó napot! Jó napot. Valahogy gyülekező lesz egyébként, már lehagytam hát, mi még menekülünk. Segítség kell, Fönci? Á, nem hiszem. Majd sort felszedni majd. Kapaszkodj! Állj, kapaszkodj! Nyomassad! Kapaszkodj, show! Én kapaszkodom! Jaj! Erre nem számítod, mi? Most füstöl? Na, jaj. Ne, bassza meg. Füstölünk, bassz meg. A faj. Ki kéne rakjanak valahol. Aha. Ajjaj, füstölünk. Na, kell a segítség? Igen, az én problémám is, hogy ereget kattogott már az enyém is. Mit van Joe-val, két ember főfér, ha oda megyünk ketten. Én is tudok mondani cross motorra, ha úgy van. Mert megállod, majd kipartanasz, azt mész. Dobjátok a korit, azt indulok. Csak egy van rajtuk, úgyhogy más a téged fog. Vattak, várj meg, nem én kövinél kövinél. Hol vagytok, főni? Jogi, megoldjuk. Ne füstöljön adni. Nem tudod feljönni, nem tudod feljönni. Most kell menni. Hajra. Ne! Nem, az más tud, az más tud az. Ah, itt futni kell. Patle, show, patle, itt fuss be ide. Csá! Hello. Baj van. Jaj. Na, Kordi, hol vagy? Nyolc ecsi van rajtunk. Jó, hol vagy? Vagy? Nyugodom, mert egyben maradtam, mert atya azért eltűnt mellőlem, úgyhogy... Hát kéne, Kordi, úgy csokolni. Na, bazd meg! Úton. Az a baj 4 kilométer. Mi a f... Ráérek, elvagyok. Aha! Erre nem számított, uram! Én futok! Ahogy, Doni? Kordiz. Halott sóta, hol vagy itt Kordon? De ne gyere... 3,7 kilométer füss el. Ne gyere ide. Ne! Ne, nem viszem el! Ne! Ne!
Pisába, hogy ugorhattam kettőt? Hol vagy, Doni? Ne! Ne, össze-vissza forgolódik a világ, uram! Az utolsó előtti kordira ki... kell valaki? Hol vagyok, uram? Várjon, oké, lefekszek, várj. Főni fel, mi van? Itt vagyok melletted, a rendőr van nem így, várjon. Nem tudom felvenni, szerintem. Mindjárt megyünk. Ketten gyóval. Okay, úton vagyok, 2.5 km. Doni, itt vagy rádión. Most az útra is felkaplak. Ez így jó? Hát ugye, ez pont ilyen izébe feküdtem. Ahogy a rendőrök leszokták tartóztatni a rossz fiúkat. Láttam a filmekbe. Ó, az ki volt? Az a rendőr, aki elesett, nem látok. Itt vagyunk a kordin. Szegény. Na jöjjön, uram. Jövök, de nem, az, hogy nem látok előtte, nem lehet, hogy lássak. Különjéket nézzétek el. Elkaptam őt. Engedjétek el. Lőd lábon a zsaruk. Doni, ne, az uram. Gond a szakon, szidra mindenkit. Nem baj. Én nem látok semmit, még mindig az a baj. Doni, nál van vagy kb. 8 rendőr. Hát hol vagytok, faszom? A kordián. Hát itt vagyunk mi is. Három, mit csinálni? Nem jönnének ide fenyegetve. Sokan vannak. Nem tudok mit csinálni. Jó, most már megdöntjük. Nem tudok mit csinálni. Jó, jöjjön, gyorsan. Hogy gyereke. Pöcsődünk az volt az eredmény. Álljon meg, uram, jöjjön ide. Hova menjek? Erre! De ez olyan jó elkapási mód volt, bassza meg! Erre mondjuk nem számítottam, bassza meg! Menjetek el onnan, mert még megynek egy sík. Erre fel tudjátok ültetni? Persze, csak erre. Sokan vannak, az a baj. És még megy két egység. Áááá, bassza, jövök oda, felülök oda, pat. Úúúú, bassza, Gyót elütött egy rendőr. Gyertek majd a kaszinó keresztüldésen, ahol van a... Szerintem együtt menjünk, gyertek ti is. Tudja, Kordi, csokoládé, megyünk oda. Itt a... Menj előre és követlek. Kordi, testvére. Gyorsan. No, te fogsz az új. Fent. Ja? Jót elütötték. Jó, kitudjuk egy perc konkrétan. Annyi se. Itt is vagyok. Azt mondja, maszkos rendőrök? Azt megáll majd a buzi rendőr, mondom. Azt mondja, hogy keszíznek. Vagy titkos osztag? Mennyire voltál TV-en itt a templomnál? Igen, motoros osztag. Gyere már vissza, értem, itt vagyok a ruhaboltnál. Templom előtti ruhabolt. Engem felve. Vettem fel sót. Ja. Elmegyünk kocsiért, aztán jövök vissza. Hol vagy, ha fettlak lennénk? Nagyon sok rendőr jött arra, atya bújjál. Atya, akkor ott a mellettel, de ahol ott eltünk, mi ott a mellettetek elbé. Lemennek a rendőrök az izéba. A metróba. Aszta. A rendőrség mögött fognak kijönni szerintem. Atya, az 200 IQ. Én élveztem az üldözéset, azért már megérte. Mit akarnak ott csinálni? Valakit kergetne még a metró? Hát, nem csak most merre? Aha, igen. Csak egyenesen megyünk, az jó lesz. Jó, de melyik egyenesen? A rendőrség mögött akarnak feljönni? Doni. Egyenesen. Akkor szerintem Doni... Hát én erre most, amelyre állunk, uram. Ja, azért megyünk a... Majd irányítom, én sokat jártam itt régen. Ezt az, aki rendőr tudsz, hogy nem kell. Mit kell szintem? Tudás nem szeret. Tovább. Azt igen, tudom. Aztán nehogy itt törbe csaljon. Na hát, dehogy uram. Az SSB is van egy. Hát remélj azért, hogy a börtönbüntetés, hogy csökken. Koordinálom az urakat, tovább menjünk még. Az első megálló, még kell, hogy párat menni odáig. Hogy benézd be? Jaj, meg van bilincselve. Én meg vagyok, uram. Gyülekezni már, hogy kérdeztél. Tagudban, aki hozzá. Rúgni tudok. Széles mi vagyunk. Ez komoly. Itt mondom, jobbra. Melyik a lagút? Bár nem jobbra. Egyenesen, bocsánat. Hogy PD-nél fogunk kijönni. Vagyok. Jaj, de mindenkinek sok embernek kell lenni. Ugyanára vegyek. Igen. Bemegyek beljebb, ki maradjuk itt kint. Elzartok értem. Jaj, uram, normális maga! Na és itt végig megyünk, és itt a PD-k jelenít lesz. Igen, itt már érzékeli a GPS, látja, visszatérte já. Mint csak segítek a magának. Persze, értékeljük. Még ahogy látom, a barátaim is itt vannak. Nincsenek sokan. Persze. Leszálljunk aztán. Vissza mindenki, vissza. Nem legyünk. Nem mutogatni akarok, hogy jó vagyik. Így menjetek. Tudja valaki követni őket? Kövessük már őket motorokkal. Nem. PD mögött. Én még az M6-os. Rajta a félkapunk. Utánunk. Én pótatok, meg menjünk oda a kocsival, ha ki akarnak jönni.
Tudom, megállunk a középpontban. Menjünk, normálabb van a maguk. Tovább viszik őt. Motorok kövessék, meg menjünk oda a kocsival. Ez csak valóképpen négyet csak. Viszik az alagútban. Le akarok rúgni valakit amúgy. Nincsenek sokan egyébként, működhet. Jaj. 6 rendőr. Az a baj, hogyha megy a moci, azt leesik róla a főni. Hoppá! Jaj, bocsánat, oda van rába, úgy járva, nem táncoltam régen. Bontani. Távolságot fognak tartani, és elviszik előre. Fightlander, autó. Ó, ez mi volt? Oszta! Kövessük. Én fél Doninál. Magának mi a neve, uram? Pazd me! Na, is tudjátok amúgy ütni a rendőrök. Jacob! Kövessük tovább, mert elmennek. Jacob, figyelj! Hát bizony követ! Ez a zsenet! Nagyon akarják hazavinni, tudja, hogy van. Valaki menjen tovább, én kimegyek az autópályára. Eljött el tovább. Ajajaj! Jó, merre ment? Forrult rendőr, visszaforrult rendőr. Itt, van, itt vannak Donival, itt vannak Donival. Hello! Merre? Kapjuk-e? Autópálya? Hello! 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 Aja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 j
és átengedem. Nagyon nem mi vagyunk. Így van, pattanjanak le. Most azonnal. Ez kik ezek az autósok? Légy szíves. Mi vagyunk a fókusz. Magukkal vannak? Persze uram, azok a külső egységeink vannak a bankon. Uram, pörgessen meg, jó? Ne segítem, rendben. Fordulj meg és kicsatolom a bilincsét. Köszönöm szépen, uram. Nagyon kell. Na figyelj! Szív fél magad, uram! Én felszívom, kapaszkodok. Még az alakútban vagytok? Ezt figyeld! Nem jöttünk! Ne ugrass! Mert tovább az üldözés. Ne hagyjuk le azért, hallod, adjunk nekik esélyt ezzel a motorra. Hát ne rugd le azért szerintem. Ha elkezdő is rugdosni, akkor nyilván, de addig üldözünk tovább. Hát ha már megrúg, akkor bakod. Jogos. Srácok, köszönöm az oktopusszal, odaadom nekünk 44 gyémet, meg a 44 anajzsudat. Hallod, fizessük már ezt a két gyernyát. Látok meg, hogy főn le akarnak rúgni. Nagyon szép. Merre jártok? Eptér. Lel, a felső rész a... Cás mindenkinek, ahogy pingszi vagy a cás. Jó, megyek. Majd lassíts rá egy kicsit, be fogok mutatni nekik. Menjetek! Uraim! Ha Na nem hagyják abba a követésünket, be fogunk mutatni! Le akar rúgni. Rúgjátok mellé! Lerúgottam! Meghalt a gec! Merre vagytok? Kirúgom a kezébe, Bassza meg! Fordi, merre vagytok? Úgyse. Mi történt? Nem mozognak. Rájuk esünk a motorra szerintem. Nem mozognak. Úristen, jól fassza meg! Hívjunk mentőt nekik. Hívjatok mentőt, azt lépjünk le gyorsan. Egy helyen van. És ki meglátsz a körni, vagy most mi van? Megvan a főni. Szóval a körni vagyunk. Megtankolom nekik a motort. Hívtam mentőt. Hívtam mentőt. Bassza meg. Még alattunk. Menjünk. Sirénák. Jönnek sirénák. Ez hogy történt? Elinnen. Ráesett a motorunk? Menjünk gyorsan, akkor bújjunk be valahova izébe. Menjünk be Bloodsoft. Vagy a régi izégettük, égettük. Az is jó, hogy valahova bújjunk el. És ők haltak bele, vagy hát valami történt. Hát, ja. Szerintem, hát minket leütöttek a motorról, és én szerintem rájuk estünk. De miért csaptad le őket? Hát véletlen volt igazából. Basz meg. Nem kellett volna. De hogy van ilyen lerúgtad, sok véletlen? Azt lecsaptam. Hát de ne csapd le, lerúg, bassz meg. Most ez mi jó? Jó, hát most Istenem, így jártak, ez van. Rács, merre bújtok el?
Piros kettőben vagyunk. Vagyunk oda mi is. Ez nem az én motorom. Geó. Az egyik fele itt a másik. Úristen, akkor már ez is voltam úgy. De megyünk át a pirosba. Pillanat. Aztán megyünk valaki az ördbe. El tud jönni, értem. Ja, kölcskörbi. Itt vagyok az SS melletti alagútnál, de küldöm a kódit. Arcadius fele. Jön. Jaj. Erre ne gyere, hova kell menni? Inkább ide ülök, mert... Piros gettó van csak. Enyém. Ki jött? Az, hogy menni kéne az izé templomhoz, mert csibészt basztatják. Másfél kilométeres ott vagyunk rá. Hát megvan, csak mentem ilyen sikátorok. Hát az még az nagy, nagy elbújás mondjuk. Miért tudunk kocsikkal? Cold Light, köszi a TDS harmadikat. Hát ők nem menekültek, ők. Nem tudom. Meg. Jó. Hát mindet ilyet. Minden? Vagy kit veszítettünk a boly? Senkit. 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 Senkit szerintem. De most nem emet, nem. De legalábbis nem jel ezt a senki. Joe? Ja, megvék, megvék. Fajn nekik én. Ja, jó, hát te volt tök hosszú volt az őrlődésnek fesza vagy. A prospektünk? Bennő rajna. Ja. Nincs már prospektünk. Ja, tényleg. Akkor mehetünk a boly. Én még beugrok gyors izé csibészhez Ajaj, autó. Ajaj. Ezek tankolnak, vagy nem tudom mi van. Beugrott csibészhez, mert végül van, ajaj, itt egy rendőr. Rendőr, balra elment. Észrevett, ajaj. Jó, akkor én mindenki külön irányba vállás, gyerünk gyors. Egy autó nem tud követni annyi motor. Bejöd itt a GPS-en a Bluetooth-oddal az izét? Jó napot! Hú, bezmegy. Templomot? Aha. Miért kiabálnak nekem egy merci vagy jó napot? Nem tudom be, mert a te jelölésed van. Még egy rendőr megy sárga gettó felé. Igen, tudom az okát. Miért? Rám jött. Halló? Amúgy, ha menjünk, vagy mi legyen. Most menjünk templomhoz. Jó. Cső. Hát aki eljött, az mehet haza. Ja, mi nem menjünk templomhoz, jól semmi. Sajnálom azt a két rendőrt. Én is. Úgyis jó. Hát jó volt a boly. Hát valószínűleg meg leszek, elkaplak. Az gond. Mi, hol vagy? Hol vagy? Kordisz, Kordisz. SS felemegye. SS-nél vannak rajtad. Az alagútnál. Ja, csak figyeljünk, hogy ne toljuk annyira túl. Nyilván most. Azok ki dokit is még, de óvatosan. De legyen nagy darab belőle annyi. Kettő, egy csinál rajta. Mögötted. Tisztelet? Ja nem. Én vagyok meg, vizet csak jól mögötted. Akkor jó. Uram. Halló. Keresem egy csibész, igen. Jó. Hát itt kutya sincs. Az a lényeg, hogyha egy ember fixen elkapnak, akkor ne csatlakozzunk még meg. Egy rendőr kifordult, nem jön tovább. Most KT-ket fog gyűlőzni a rendőr. Engem. Hoppá. Aha. Ott van mögötted, nem? Vagy ki van elő a motoron? Engem biztos nem. Én vagyok elő. Uram! Aki a kocsi között van, őt üldözi. Milyen szép verda. Csoki. Igen, igen, az biztos. Gyere, gyere. A csibész nincs itt? Te az SS önkormányzat. Menjünk. Ékszer. A főhívjam? Hát próbáltam, azt mondta, mindjárt itt van, vagy valami ilyesmit. Ja, akkor biztos itt van. Ennél azt már nagyon rottyom van. Melyik? Hát a hátsó talán, de nem biztos. Annyira nem akarom túltolni. Hopp, engem is megtalált. Kettő okos tojás. Hát itt motoroztak körbe-körbe áll, meg is fognak találni, szóra csodálkozzatok. Mindenki menje az, aki megmenekült, meg különben megint mindenkit fognak üldözni, és megint megy előre az egész, szóval. Ki nem akar börtön menni, jobb bájára haza megy. Ha haza tud. Az mi járatban?
Minden csibésznek kellettünk elvég valamiért. Igen? Aha. Megint valami ide hülyeséget talált ki? Nem tudom, pardosan most miért. Csibészséggel, jó van, jön már. Csibészkedik. Baldun, köszi szépen a tírés 5. óra, vagy hány órában van Fiverr-ben? Kérlek szépen. 3605. Nagyon sok. Úristen, az nagy... Már ha jó hallom, mert nagyon a sok. Jó kiesik az elem. Mondja meg neki, hogy itt vár az ördög jobb és bal köze. Csibész, itt vár az ördögnek a két keze. Jó, de Pinksy, te 6000-ed van, tehát most egy 1500-at tudni csak afkoltál. Igen, meg vagyok. Történt a kocsiddal? Melyikkel? A kocsiddal ütköztem az autóbuszosokkal. OTK-t, hát azt tudom neki segíteni, úgyhogy ott hagytam, ott van a keleti autópályán. Mi van Trisztina, akkor tudja, mit te vezette. Kákocán? Nem én jöttem, de ők jöttek belém. Én a fekete CLS-sel volt. Lejövök rádióra, addig, ha kell valami Diablónak szóljátok, azt akkor szól nekem. Mindig az a hibás. Kap be Diabló. Akiből be... A Richard, tessék. Tisztelt. Jó napot, atyám. Szevasztok. Öreg egy kicsit idejönnél hátra még? Ez hogy ne gyűnnék-e. Csibész telefonálgat, onnan néz. Elfoglalt ember. Fontos ember. Állandóan tol a fején az a hülye telefon. És ha vissza kell hívjak mindenkit, aki hívott. Szerintem oda van már nővel. Te az Csibész, miért hívtál ide minket? Szia Csibész. Gyertek. Jövünk. Persze, bíboros úton ingladával, hogy ne. Szia Pista bátyám. Ez nem a Csibész. A mi út van? Hát... Ekérték kérlek szépen két önkormányzatos idejött, Doni. Itt vagytok? Mhm. Igen. Jó van. Na most álljuk körbe a izét, a tüzet, vagy mi legyen? Figyelj! Öreg egy picit, gyere! Egy gyümök! Kérlek szépen! Figyelj már, lehet, hogy mindjárt itt van. Neked figyelned kéne... Figyelj! Hallatszik ám minden, úgy beszél. Menjetek már el innen arrébb, légy szíves, hát... Most utogjátok, hogy valami? Na, nyugodtan mondja. Azt akartam mondani, hogy ide jött a Hapsi, a két önkormányzatos. Jelezték, hogy ők önkormányzatosok, tehát mutatott róla a papírt. De az igazság, hogy valami gondjuk volt ezzel az egésszel, ugye, hogy ezért, hogy nincsen Priusotok. Mi a gondjuk? Lepapíroztad, kész. A Csibész. Na jó, de... Most bármi is történik ott. Most jönnek, igen. Hát egy dolgot mondok, most rabolunk egy nemzetét, de úgy volt belefoglalva, hogy az állam alapításhoz tiszták kell legyünk, de az, hogy legyen egy államunk, és miközben az állam állampolgárai mi vagyunk, a közben nem muszáj legálisaknak maradnunk. Tehát érted, itt ebbe az államba se, ebbe az országba, vagy város, vagy bármi is legyen, ez itt sem mindenki itt legális, érted? Igen. Mi a faszom van veled? Hát tiszteltem, doktor úr. Tiszteletem. Halló? Igen. Hello. Akkor most mit lehetne csinálni most ugye ezzel a dologgal? Mert hát mely keresett? Ők nagyon nagyon ellenszemes. Jó napot, Eshel. Adok egy telefonszámot. 7-752-73. Tehát ez a telefonszám, tehát 752. Mi a fasz, ilyen vicces Csibész? Semmi, nem. Hát ide jött az a... Te nem azon számívogatott engem a múltkor ilyen biztosítási ügyekkel? Ki ez? Miért nem veszi fel a telefont? Csibész, megmegy? Csibész, ide rendben? Jaj, semmi, nem. Lehet, doktor úr, hogy hát ilyen droghatás alatt van. Lehet, nem tudom. Oké, ahogy adnám kokain még idefelé, de már elfogyott. Tehát 752-73, ez a telefonszám. Nem veszi fel a köcsök. Ez, ide jött a két, úgy néz. Ez nem azért a táncos lányé a múltkor izé, ja nem? Micsoda? Nem nagyon veszi fel. Papok. Hát a mi vallásunk megengedi. Hát mi alapítottuk ki a vallást. Megmondom nekik, hogyha baszakodnak veletek, akkor írok ellenük vallomást, hogy bűnözőknek adnak államot, meg hogy valami katonai fegyvereknek is kiírogatnak bűnözőknek papírokat, hogy becsukatják az egészet. Azt mondta valami nukleális bombát akarsz izélni, nem tudom, adni, venni. Mi ez? Tehát ez be van állva, az fixet. Nukleális bombát akarok venni. De miért avad be minket ilyen dolgokat? Akkor ezért kellett múltkor az a B-52-es izotóp uránőm? Ja. Na bassza meg. Ennyi volt amúgy? Hát ennyi persze, csak hát akkor kellett volna jönni, amikor itt vannak, tudod ezt akkor... Hát rabláson voltunk. Ja. Hát... Mondták. Sajnálom, hogy elraboltak benneteket. Ja meg hát, Hubertus, hogyha azt kérdezi, hogy a pénznek a másik része az mikor lesz majd tisztázásra kerülve, nem tudom, hogy...
Hát Hubertus, hogyha ne aragudjon meg, de nem teljesítette a feladatát nagyon. Bejön, felment a színpadra és elkezdett kampányolni, hogy szavazzon a Csibészre. Azt a végén mondtam. Hát az a fele volt. De jó, az kap 25 ezeret még. Hát nekem ez szimpatikus, na. Fél pénz, na. Jó, majd 25 ezer hozok még akkor, csak az, hogy nincs rám. Biztos, hogy nem adnák pénzt. Akkor ennek a fele. Te tudod. Hát... Én meglátjuk. Én megírtam a szövegemet, tehát hogyha gondoljátok, akkor még egyszer föl tudjuk olvasni. Ne, nincs szükség rá. Nincsen? Biztos. Persze fejből tudom az egészet. Jó, hát akkor jó, akkor egyelőre, akkor ez a része akkor ennyi. Meg akkor a telefonszámot átadtam, mert itt fenyegetőzött a férfi, igaz, hogy ez lesz, meg az lesz, meg az lesz. Nem tudtuk, hogy mi honnan izgatottad. Jézus Úristen! Mi? Mi a picsa? Most már ne fuss rá, már felrobbant. Bár nem vagy, nem vacsorunk volt. Mi a fasz? Gyere már vissza, Csivész, hova futkorál? Várj egy pillanat, csak most itt felrobbant a templom. Úristen, ég az egész templom. Mi? Csak a motor ne robbanjon fel a szép darab. Lángra kapott az egész jobb oldala, úristen. Hívjuk már tűzoltókat, hogy valakit, hát lángol a templom. Hát fából van az egész, hát Amerikában vagyunk. Jézus Isten. Nem tudom, ott mik robbantak. Ez mi volt? Biztos, hogy jól parkoltam. Mi lehet, hogy odébb megyünk ezután? Ez most nem így voltam. Takarítatok már megint. Jézusom. Nem az öreg volt? Ő futott arra. Az öreg az templomban van. Hát... Bent imádkozik. A gondnak? Itt a templomi gondnak? Mi az Isten? Vezetni akart a helikopter? Volt már olyan? Ne. Itt az atyával mi lett hátul? Mi lehet, hogy lelépünk? Menjünk innen? Menjünk innen? Minket is felrobbantanak. Csibész szívrohamot kapott, vagy mi? Csibész! Vezess! Vegyük innen, geci, mert felrobbantak minket most gyorsan! Nem indul a motor! Jönnek, ha menjél már! Nem indul! Na, jó. Azt a... Az az igen. Uram, maga egy köcsög. Ja, egy címeres buzi. Hol van, menjünk el az önkormányzatra, gyorsan keressük meg ezt a köcsögöt. Hol az önkormányzat, merre? Balra. Biztos? Jelölöm. Aha, ezen az úton megy végig egyenesen. Jaj. Viszont egy rádióra. Ah, nincs semmi érdemleges. Megnéztem, megszakértettem. Akkor felét adtad oda a show nekik? A piszkos az megmaradt? Semmit nem adtam nekik oda. Azt mondták, hogy egybe kéri. Hát én már odaadtam nekik egy 33 piszkosat. Nem, van 44 gyémánt és 44 arany. Várjál nekik, igen. Most... Örüljenek már, hogy kapnak semmit. Csak, hol vannak? Oda se adnám neki. Tök tudsz park. Hát akkor felét adnám. Tiszteltem, uram, maga itt dolgozik? Jó napot, nem. Szia, uram. Nem? Nem, sajnos nem. Ó, látott itt valami munkás itt az elmúlt időben? Csárizza. Ott, vagy a rendőr ott van, az mondjuk nem jó. Ülnek abban a rendőr autóba, uram? Maga egy beépített rendőr, tudtam! Miről beszél? Picsába. Üres minden Diablo. Egy lezárt rendőrautót találtam mondjuk. Ne vigyem ne hozzájuk a dokkokba, vagy mi legyen? Hát beszélj le velük, hát honnan szüljem ki. Hát akkor add majd Kály. Jó. Holnap ki fog először beállni? Hát végül nem holnap lesz a szendvicses stream, nem tudom. Tudjátok el is, de jövő hét kedden, ja, jövő hét pénteken lesz a kerék stream, nem holnap. Ki van rakva a ajtó, le vagytok maradva. Ezeket a számokat hívják, az egyik se veszi fel. Viszont én megyek. Jó legyél. És hello. Csőcső. Halló, halló. Jók létek. Kály megy a kórházba. Elkaptál. Rabbad meg. Aha. Lehet, hogy nem kéne itt lenni. Amúgy lehet, hogy nem kéne itt legyünk. Hát, egy rendőrautó, két rendőrmotor megy utána. Hogy kapták el? Buszod a diszkorcerom. Köszi, ha már nagy vagy. Elkaptál a motorja, szerintem. Na, bassza meg. És Jót is. Mindegy. Meg neki segíteni. Hát most faszra húzzák, mert leütötte a két rendőrt. Akkor van őket kihozni. Á, nem fogod tudni. Hát, nem. El fognak kapni téged is, az a baj.
ha nem szart volt a nem most nem gondolkozok, de ki kéne valahogy őket menteni, csak a kórházba lehetetlen, úgyha ott van 6 rendőr. Hát megállok ott, az hátra be tudok. Ja, majd hozok autót magamnak. Oké. Itt tudok tenni az ügy érdekében sajnálni. Viszont... Vagy Max téged is elkapott. Továbbra is amúgy a legjobb link a csatornán, a felkérte G2-tel. Tényleg csak, ha akartok ingyenesre támogatni, nektek egy kattintás, kell megerőre vissza egy együttműködést, úgyhogy... Ja. Majd kívül képes lapokat. Szeregnál egy kattintást, aztán... Megintegetek, amikor nemzetébe csücsülsz. Mert nem akarom túltenni, hogy bár biztosan mondom ezt a betma. Eljött a kocsmába Hetszen, azt megjelennek rendőrök kaját venni, basz. Nem akarnak elvinni? Hát elmentem, nem vártam meg, hogy mit akarna. Nem vártam meg, hogy elvigyenek? Nem. Rögtek a rifóik, köcsög rifóik. Az a veszéd, Gábor. Köszi szépen, Bimi, a százas sírt. Felkedő DC. Szia. DC chat. Akkor Joe meg Kai van elkapva, ugye? Doki? Őt Joe is. Az... Hát igen, hárman, bazzik. Az... Aha. Az, de az miért volt? Mert visszajönnünk egy emberért? Igen. Ahogy bazzik, egybe azt kellett volna, hogy ahogy izé, ahogy... Shaft? Shaft szerintem elhagyta a város, de nem biztos. Ahogy kiosztatok engem, izé, te el kellett volna mennünk átöltözni kocsikba, azt úgy. Elbasztunk. Hát igen. Összvissza három rendőr van bent. Jó, de most a kórházba mit csinálsz? Semmi, csak mondtam. Rájutni zöld szépen, mosolyogsz, hogy engedjék, ha kérem. Csak az elépettem. Oké. Réta, nem az előbb mondtad, hogy te is lépsz? Én? Ja, nem. Csak köszöntél atyának? Azt hittem. Nem én köszöntem, mondok köszönt. Ja, ó. És ő le is lépett. Ah, ez még két egység, az nagyon gatya, így. Hát ez a fos. Nekem jó, akkor választok. Elengedem. Ez a? Te hogy rakadsz? Na jó van. Jó. Nincs jogsim. Miért lenne? Mit csinálsz a jogkörű autóbakéra? Dalat. Esélytelen, 12 rendőr van ott minimum. Konkrétan... az... bármennyire akarjuk, nem. Annyira lopnék egy rendőrautót mostában, hogy annyira rákaptam megint. Közben, hogy 300 közmunka jár érte. Amíg szerencsére nem kaptak rajta. De egyszer kaptak rajta, de... akkor is azt mondtam, hogy izé vissza akartam hozni épp a PD-re. Bassz meg. Nagyon kell figyelni, hogy izé megelállt valaki. Jó. Igen, ez gond. Hát akkor oda nem megyünk. Régen mennyire ment, persze Easy-nek az izé Wilson papa karaktered arra épült, hogy rendőrautókat lopott. Hát konkrétan még PD-n is van, vagy 5. Összesen ilyen 17-en lehetnek ebbe. Ez mindegyik beszállító. Én is léptem, csőcső. Csőcső.
Valakit amúgy elájult, aztán nem erőt, hogy mentős. Lehet. Akkor lehet, hogy valaki megvan. Várjál, az izé... Nemzetibe viszik őket szerintedek? Biztos. Nem. Hát minden van izé, akkor igen. Mindenkit oda. Benézek nemzetibe. Még jó, hogy nem avastak a rendszer a kórházzal, mert ezek leesett volna nekik itt a dolog. Valamelyik faszapó eldobtam a motoromat, geci a kórház mellett. Az mondjuk gond, visszanyek érted? Nem, hát most a rendőrök izé már okoskodnak, hogy én ki vagyok. Inkább elmegyek. Jövök, jövök. Ne, hagyjad, hagyjad, már lement a másik oldalt, hagyjad a faszomba. Megoldom. Jó. Szerintem természetesen RP és IC, hát persze, de nem OC közmunkát kap, hanem a rendőrök kap. Ha elkapnak IC, akkor azért jár ért a közmunka. Tehát én előbb, tehát nem szervez szabályzat az, hogy nem lehet rendőr autót lopni. Valakit egy trófészt a Szepszti elő. Csábeni, mi a helyzet, bátyja? Atya, leesett a víztár az orvó szerintem. Megint ott voltunk a templomban, az felrobbant egy mentőhelikopter. SH mentőhelikopter felrobbant. Hoppá, rossz gomb. Minden fasz... Valaki lesz tikiszte. Mi a gyász történik? De amúgy szerintem a öreg csávó volt, mert hallottam is, ahogy kattant egyet. Nyomod! Atya rájúz. Menni fog! Kóma besett. Ez az! Hajrá! Jajjaj, jöjjöm, jajjaj. Maga börtönőr? Persze. Nem akar kihozni nekem barátokat? Hát milyen barátjokat? Na, még be se kerültek, csak lehet befognak. Hát lehet róla lesz jó. Na várj, maga mögött dinges is. Kicsoda? Semmi. Most egy korruptkat adnak amúgy, vagy nem? Uram, maga korrupt? Ez nem tudom mit jelent, de lehet hileg. De miért kérdez ilyet? Ja, hát ki akarom hozni, mondom a barátaimat majd. Három darabot. Hiha. Az kéne, hogy izé hátraengedik őket, tudja, és a toronyba leugranak. Jaj! Jaj, mit csinál, uram? Kipitel? Jó, felborítelek. Megpróbáljuk. És honnan töltött három? Hát annyit kaptak el a rendőrségek. Ide hozzák a rendőrségek utána, nem? Hiha, hát rajta leszünk, megnézzük, mit tehetünk. Jó. Köszönöm. Jó. Beszéltem egy börtönőrrel, aki korruptnak tűnt, azt mondta, hogy kiengedhetik, csak drága lesz. És segíthetnek megszökni, bár nem tudom mennyire legit. Itt fel lehet menni, opa, ott egy létre, én láttam, hogy létrát ott, nem? Az, ahogy észreveszik ezt a raptort, itt az nem lesz jó. Az egy létre most, vagy halucinálok chat? Ez egy létre, jó. Ó, itt is van egy létre, easy. Megtankoljuk a kocsit. Na, hogy a szabályozói rendőrök tilos korruptnak lenni, ez például nem gondolok, hogy vagyok kérdés, stb. Hát jelenleg úgy vagy, a serifeknél pár ember korruptkat, aki ki van választó, úgy van plusz ugye admin, és ugye tudja a mértékeket, mert ugye rengeteg ember azért beszüntetve a korrupció szerint azért alapvetően, mert rengeteg ember ilyen 2-3 ezer dollárért vagy ingyen csinált olyanokat, hogy konkrétan 5-6 embert kiengedett a cellából, meg adott neki 30 zsákot, meg ilyenek, és legtöbb ember igazából úgy játszotta ki, hogy nem kért pénzt, de viszont akart majd egy helyet a frakiba, akinek korrupkodott, és sokan egyébként nem... Nem értették, hogy a korrupciónak hogy kéne működnie. Úgy, megtalálom, hogy ki a... Félelem, hogy korrupt, szerintem több, mint a fele. Ez hogy szívtam el valamit. Jeez. Egész nap. Meg lett bakarintva. Hogy? Raj, te még itt vagy Step City-ben? Kicsoda? Raj. Én megfigyelem a börtönt, hogy mikor hozzák be őket. Tudjátok mi kéne? Ó, geci, jó ötletem támad, chat! Van egy zseni ötletem! Úristen, milli... Hú! Na álljátok, ez jó lehet amúgy. Tiszteltem!
Mit? Lehet bérelni ilyen autót? Milyen autót? Olyan komolyat ott előttünk. Ez a szolgálati járműünk, szóval nem. Na baszki. Pénzért se? Nem lehet, hiszen ez a szolgálati autónk, ez maximum lapás. És uram, hogyha becsúsztatok a fenyezet a zsebébe, aztán véletlen nyitva marad és hajtok bele, az is az? Igen, igen, az is lopás. Na bassza meg, erre nem számítottam. Lesz ma face to face, ja. Miért kéne? Hát... egy ötletem támadt, aztán ki akarom vitelezni azzal, tudja, és ilyen kéne hozzá mindenképp. Hát akkor az ötlet nem fog megvalósulni, az biztos. Na baszki. Nem baj, legalább megpróbáltam. Hogyna. Mindenki kopasz? Hello, nem. Csupán te is kopasz vagy. Hát igen, én is kopasz vagyok. Te se adsz ki nekem bérbe autót? Hát nem lehet, szolgálati. Na bassza meg. Hát ezt nem hiszem el. Mire kell hozni? Hát... van egy ötletem és ahhoz kell kivitelezzem. Nem. Nyomod easy, én is nagyon elcsúszott az erbe. Tudod, hogy az RP ilyen easy, hogy izé elcsúszik. Figyelj, nem tudom, mit szólsz easy egy ilyen fél tízhez mondjuk, és akkor nyomunk egy ilyen 45 percet. Csak beöltözök börtönőnek, nem lehetek én is szolgálati autó használható? Az a használó? Hát, ha megbírod enni Józsi bátor. Na bassza meg. Megkérdezem a harmadik urat is át, ha. Jó. Hát, jó, tudom. Tisztelet! Szép nyapot! Bérelhetek egy ilyen autót? Nem, milyen autót szeretnél? Hát akkor mindenki nem megfog. Persze, hogy mindenki, uram, nem adom fel. Olyan autót, olyat. Ja, melyiket a... nekem nincs olyan elektromos. Hárja gondol. Mi nem, olyan katonait. Katonait? Igen. Hát ez nem lehet sajnos. Neee! Sehogy se lehet bérelni? Hát, nem tudom. Na bassza meg. Ha gondolom, hogy nyitva van, csak el tudod vinni. Jaj, nem hívom, jaj. Mert nyitva van? Hát szerintem nem, de hát... reméljük, hogy nem. Megnézhetem? Nyugodtan nézd meg. Aztán gyere vissza. Pisába! Zárva volt? Zárva, hát igen. Na baszki. Az igen. Ja igen, csak elküldtem a... most lélek. Elküldtem a térképeket a holnapi szállítmánnyal kapcsolatban. Oké. Okay. Más serifek is tudják, egyre jobb. Pedig nekem nagyon kell egy olyan autó. Hát, azt hittem a szállítmányt kérdje, hát ez van. Az nem érdekel engem, az autó érdekel. Tehát ez egy lelkeserít. Nincs valami másik autójuk? Ilyen katonai ilyen kinézetű? Ez a fétisem. Nem. Katonai hát, nem ott adunk. Ó, baszki. És milyen a zsákot húzok valaki fejére, és közben kiveszem a kulcsot a zsebéből. Csát akkor elvetted az autóját, nem? Ja. Az a baj, hogyha mi zsákot húzol a fejünkre, az még nem nyitott ki az autót. Még ez tényleg így van, főleg egy zsák van nálam. Hát igen. És vagyunk hárman, hát ez... ha várjál, ráhúzom a te fejedre, szikrát. Utána igen, felsüt a nap, az egyik kopasznak a fejéről ráverődik a fény a másik szemébe, és ez vice versa, és közben megvakul mindkét kopasz, neked meg addig a fejedre a zsákkal elviszek a kocsihoz, és kinyitatom veled. Tehát ez teljesen rendben. Csak az a baj, egyikünk sem az autó. Egyik jöttek, ó, az gond. Csőd megrejtesz. Már nem történik semmi. Megben. Hát, még nem. De mindegy, köszönöm azért. Viszlát. Szívesen. Viszlát. Ez a szomorú. Próbáltam izé szerezni ilyen börtönőrös kocsit, vágod, az előadni az, hogy beöltözünk börtönőröknek, és hogy majd mi átveszik őket. Csak hát nem működik. Diablo valahogy kijutott, itthon van. Diablo az nem volt elkapva. Szerintem de. Nem, velem volt végig. Tös nem. Igen? Jaj, a templom azért meg minden. Az a baj, nem működik. Nem tudom, kéne szerezni valami olyan kocsit, ami ilyen börtönőrösen néz ki. Nincs valami olyan kocsitok? Nekem fixen nincs. Szóval ez a persze. Nagy ötletet van, persze, csak az a baj, nem... eltűnt a raptorom, gec.
Eltűnt a raptorom. De cseeeet! Hogy tületett el? Parkolóba hagytam. Ja, akkor nem tűnt el. Akkor jó. Tényleg ott van amúgy. Meg valamiért azt emlékeztem, hogy ideig futottam. Ó, pefega, nem baj. Meg nem is... Láttam, hogy itt vannak ilyen autók, de nem is gondoltam, hogy az enyém. Mekkora krát én vagyok. Legalább most már rájöttem. Amúgy is visszafutottam volna ide, mert kivettem volna a publikból egy másik márcit, szóval... Ez én is realizáltam. Uram, maga börtönőr? Mondja, uram-e? Maga börtönőr? Nem. Na, bassza meg. Nincs kedve izé ellopni valahogy azt, nincs valami feltörő eszköz, fel kell törni ezt a katonai autót. Nincsene. Na, bassza meg a ló. Ajajaj, pedig kéne nekem egy katonai autó. Honnan szerezek maga szerét? Nem tudom, mert bízzon meg valakit egy fülpublikból-e. És akkor raboltass el vele. Na, bassza meg. Na jó, köszönöm azért a tippet. Viszal, lát. Ószi már rég bezártak volna a börtön, amíg szerencsé, hogy egy játékban vagyunk, ahol nem a való világot ott kell tükrözni minden szituáció, mert a geci unalmas lenne. Ah, valahonnan kéne szerezni valamilyen nagyobb kocsit. Gondolkozok, milyen kocsi lehet, ami hasonlít a börtönőrökére. Amit tudom, kéne venni egy mesát, beszélni feketére, és kiadni magunkat börtönőre, csak mire ezt mind megcsináljuk, már rég bejutnak. Már mint a rég beviszik őket a börtönbe, szóval az így nagy gond. Ha mindegy, lehet bele kell törődni, hogy őket elvitték sajna. Hallod, easy? Akkor ilyen féltől pörög az úgy jó neked? Nincs a Land Rover? Most gondolkozok, milyen kocsijaim vannak a publikokban amúgy. Neked melyik lehet jó? Mondjuk az izém nem rosszabb úgy. Van egy Mesa 3-an valahol szerintem. Mondjuk egy kamacsó se rossz feltétlenül. Egy körben, de ja, én is úgy, hogy ilyen egy-két kört letolunk, attól függ. Kettő-három ilyen hosszabbat, vagy egy ilyen, vagy rövidebbet, vagy egy ilyen hosszabbat, aztán. Nem tudom melyik lenne jó. Az, hogy mindent be kell... Hát jó. Szerintem el kell engedni sajna ezt. Mire betöltenek az izék a kocsik, addigra megöregszünk. Kellett nekem újra rakni a fájvemet, amúgy nagy hiba volt. Ó, de ilyen gyorsan tölt, oda néz. Hát itt nincs semmi olyasmi szerintem. Nézői face to face, jajaja, az a ter. Figyeljetek, toljuk egy trophy truckkal, nem? Hát most benne van. Mondjuk ezzel csak egyiküket tudom ki, azért várjátok, nem. Figyeljetek, hát ha értékelik a kreativitásunkat, beöltözök vadőrnek, aztán azt mondom nekik, hogy izé. Az ez füstöl? Na, bázzák, azzal kell mennünk stepbe. Jó, van egy ötletem rá amúgy. Valaki tud hozni egy izét? Négy személyes kocsit és beállni vele egy erdőbe ott a börtön mellett nem messze? Nem. Csak milyen autó? Csak milyen, csak négy személyes legyen és ne lássanak. Hát egyáltalán bevizik őket a nagy börtönbe, az sem biztos, érted? Valószínűleg szerintem. Van egy ötletem, csak kell még egy 5 perc, hogy megvalósítsam. Na baszki. Bocs, nem figyeltem. Jéz. Amíg ezzel nem nagyon veszik, hogy vadőr vagyok, nem? Bár hát próbáld megér. Részre vegyük. Be az erdőbe.
Úristen, nagyon-nagyon lakos kell legyek, hogy bevegyék. Farint fel a dombra, az erdőbe, hogy mellé lentről. Fel a dombra. Vissza, úgy, hogy ne lássak a börtönbejáratától. Megyek aludni, jó éjszakát neked, jó éjszakát kívánok! Először elkönnyik autót a szerelőhöz, mindenek előtt. Rámegyünk ruhaboltba, utána fodrászhoz is jó kéne legyen. RAM kéne? Az a baj, le tudják rendszámozni, ezt még nem tudják lerendszámozni. És szerintem az lenne az első dolog, hogy lerendszámozzák. Úgyhogy ezért. Hát meg úgy vagyok vele, egy ember ki tudunk hozni így, akkor az jó. Csak hát ugye... A mese jobb lenne, igen, de most mire elmegyek, veszek egy mesát, mire kihozom, mire átszínezem, mire... Érted? De az a baj, az a rendszám is van. Tehát lerendszám, ezeket egyből tudni fogják sajna. Meg léci, figyeljétek, hogy megye be oda rendőrautó mostanában, mert az a legfontosabb. Ha nem viszik be őket oda, akkor az nagy gond, akkor baszhatjuk a tervet. Oda a TRX-ram, nem tudom, ez nem feltétlen jó szerintem. De hogy vannak be már most? Konkrétan még a kórházban voltam, mikor én már itt voltam a börtönnél, esélytelen volt, hogy bevigyék őket. Ilyen gyorsan... Bocsán! Nagy ásításokban vagyok. Én fent vagyok agyon. Jó, nézd légy szél, nem őszak a börtön az embereket. Beöltözök meg ilyenek. Hogy néz ki egy vadőr? Most várjunk. Miért akarok vadőr lenni? Valamilyen izészet kéne amúgy, valamilyen... amúgy tudom, konkrétan ez viszont kolor nélkül. Amúgy ez nem rossz ötlet szerintem, most mondjátok, hogy rossz ötlet. Ez kolor nélkül, hogy tényleg fullos. Szia Kornél, csőcső, jó éjszakát, szia papi a best, jó éjszakát mindenkinek, csácok. Csőcső, aki megy aludni. Remélem, élveztétek az itt léteteket. Ki holnap mikor keltek chat? Új, nem, hogy fel kéne vissza meg időbe. Doni a köcsög. Bocs. Ragadt a rádióm. Járásomban változtatnom kell szerintem, mert nem jó. Partás, Penny partás kettővel. Kocsi, ez már kész van szerintem. Very big, és még le is mosódott, oda néz. Elmény mi gyors fadrászhoz, ezt meg is vagyunk. Falle munkások, nem a Falle nem szíves tartoznak. 7.59.8-ra beérjek suliba. Az se rossz. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ez a száma, úristen, már mi hívott valaki, ez kicsoda? 95779, miért nem ismerem ezt a számot? Halló? Jó napot, Doni? Igen. Jó napot, Ibrahim vagyok a Drift Shulitól. Szeretnénk majd egy versenyt tartani a Sandy reptéren, és ugye hallottuk, hogy megalakult ez a forrán állam, és nem tudjuk, hogy kiterjed-e odáig, és engedélyt kell-e kérnünk önöktől. De nem terjed ki, nyugodtan nyomják. Rendben, köszönjük szépen. Ennyi. Ezért hívott Dean is vajon tegnap? Lehet, nem tudom. Jó, akkor visszahívom őt is azért. De most nincs városban, úgyhogy. Ja, akkor mindegy. Köszönöm akkor. Köszönöm, viszont. Viszal. Ő kicsoda, és miért hívott vajon? Majd miért vetted vissza a sapkát? Doni! Tiszteltem, volt egy nem fogadott hívása. Szia, mondjad. Ó, ja, maga kicsoda. Hát igen, hát Hubertus atya vagyok. Ja, basszak, maga hívott. Honnan tudja a számomat? Hát mindent tudok. Honnan? Hát mindent tudok. Na basszak, pedig ez még titkos volt ez. Nem vagyok még kifizetve, uram. Na jó, mindjárt viszek meg a pénzt, hogy ki kell szabadítsam a barátaim. Jó, rendben. Honnan? Isten kezei közül. Na jó, van, jövök én is, azt akkor segítek. Igen, biztos. Nem biztos, hát, hogy ez legális, uram. Nem baj, megy, eljössz értem a templomba? Hát az, hogy nagyon messze van, és nem tudom, hogy oda érek-e. Jaj, hát mi, időre megy, vagy mi? Hát börtönbe szállítják őket.
Ja, értem. Akkor jövök, segítek. Ja, ott... a nemzeti börtönnél lehet. Aha. Jó, hát az, hogy nem biztos, ide jönnek, lehet a rendőrségem maradnak. Vigyek egy gépágyút? Az jó lenne, igen. Egy tank nincs. Hol találkozunk? Elmegyek, hát, érted. Ide az izébe. A... van itt a börtön előtt egy ilyen publik, ott. Jó, jó, megnézem. Oké, mindjárt viszal... indulok. Viszal. Kéne egy egyperces telefonhívást kérniük ezeknek az izéknek, abból, hogy ezt felhívni minket, hogy mi a fasz van. Illik a hajad a szethez. Oké, hogy illik, de ezt a hajat kutya se hordja rajtam kívül, szóval azért kell leváltani. Ú, ez nagyon jó, nem? Ez így nagyon jó. Ú, ez így nagyon... ú, ez így nagyon komoly. Még az izén változtatunk egyet, a Bison. Ú, ez így nagyon jó. Ez nagyon mi vagyunk. Még vissza kell mennünk róla a boltba. Pillanatra, mert vennem kell egy síszemveget. Még mindig nincs semmi, kalács. Semmi. Túloldal sincsen, kettő oldalról nézzük, jelentem. Á, valahogy el kéne érni őket amúgy. Az, nem hívott egyik se titeket amúgy? Nem. Egy perces telefonhívásra ki kellett volna érniük magukat pedig. Megpróbálom felhívni Kályt. Lehet annyira jól tudom, nem. Nem? Hívás? Azt egy perces telefonhívásozni? Vagy máshogyan már jól tudom, de nem biztos. Nekem múlva nem engedték például, csak ami ügyvédes tudsz volt, hogy azt lehet, hogy az ügy lehet hívni, nem tudom. Ha halljátok a rádiót! Bárki, aki még esetleg fogságban van, valahogy adjátok le az infót, hogy a nemzetibe mentek el, vagy sem. Ó. Kéne egy ilyen izés isak, nem egy ilyen, egy ilyen, oda néz. Atya ég, ez nagyon én vagyok. Hát most ha így felismer valaki, ne vicceljetek. Na csak azt kéne kideríteni, hogy most akkor mi van. Hubertus atyát kéne elküldeni a templomba. Ó, van egy jobb ötletem. Melyik volt az? Ez? I'm falling. Taking my time on my ride. Úristen, jól éneklek, nem? Na, az gond. Még mindig tuti nem jött be egy rab se. Kicsit előrébb kéne állni. Valahol itt kéne őket leszólítani, nem? De nincs látótávolságon belül. Mindenki delgább, de három embert amúgy. Davy, köszi szépen a tírejes, a negyedik óra van a szereg, és újszor a faggásra mutott, köszi szépen, köszi, Davy. Jó reggelt. Valami akcentus kéne? Az a baj, nem, de akcentusokban nagyon rossz vagyok. I'm falling. Most ha ezt a playlistet hallgatod, ez a beszéd. Basz kell és nem ismernek fel. Ha nem viccelj, ha így felismernek, ott már rég baj van. Tehát hogy nézek ki? Amúgy képzeljétek, pont új index képe lett az új, a vodoknak, szóval felkérte VOD.
Aki esetleg YouTube-ra kell visszanézni a vadokat, pont új index képek lettek a vadokon, és ott látszik Dani, de felkerült egy csomó vad ma. Rengeteg vad felkerült, mert konkrétan kettő. Szóval érdekelnek titeket a vadok, nézzétek ott vissza, PogChamp. Felkérte vad, aki feliratkozik, kap egy puszi safety-től. Nincs országos kezdezések, meg akarom tudni, hogy az a baj, ki akarom hozni. Legalább egy ember ki akarok hozni, értetek, mert egy személyes a kocsim. Azon nem tudom pontosan kiket kaptak el. Á, nagyon meg kéne tudni, hogy a börtönbe, vagy mi ez a... Nézzek példére. Hozzák őket a börtönbe. Jajaja, nincs valami rendőrispelésre, aki véletlen megmondaná, hogy mi van? Nézzetek már PD-re, azt izé... Kérdezzétek meg körbe a kolor nélkül, hogy... Megyek. Csak mi van, mert nagyon kéne, hogy tudni, hogy most akkor jönnek-e ide, vagy nem. Ha a PD-n vannak, akkor baszhatjuk köbe. Puszi szív, akkor inkább leiratkozok, mondjuk ez elég szomorú. Amúgy szerintem az a kérdés, hogy van-e egyáltalán börtönőr, mert hogyha nincs, akkor nem hozzá. Itt van 4-5, úgyhogy van. Láttam, nagyon jól néz ki, ez a beszéd Benedek. Úristen, holnap... Csá Archer, mi a helyzet, csőcső? Nagyon meg kéne tudni, és mi van itt. Á, de jó lenne, most lenne egy korrupt rendőr, azt megmondaná. Mekkorát menne. Charlie Slayer, cső, Deadka, hello mindenkinek, sziasztok, arcok, cső, cső. Havas, havas minden, csak nem korrupt. Hát egy rendőr azt mondta, hogy még valószínűleg kihagyta őket. Hogy micsoda? Hát valószínűleg kihagyták őket, azt mondta egyik rendőr. Még mindig, de még az gond. Kérjétek izét, hallatok, telefonhívást. Nem tűnös a szerint korruptnak lenni? Nem, hát de, igazából. Nem korrupt Fari, nem. Csibész nem is rendőr, hogy lenne korrupt. Minden rendben, hogy Moro Gaming. Plusz nem is ismer a Fari DC-t, meg a másik a boly. Látok pár önkormányzatos is PD-nél. Ja. Egy falnes motort visztünk a PD-re, mi a szar? Kik? Rendőrök. Az gond. Csoki! Csoki, meg vagy még? Jövök PD. Hol visztánk be Fallen-es motort? PD-re. A rendőrült rajta, azt bevitték PD-re. Ez én vagyok. A PD-n. Te mentél a garázsba? Igen, megkeresni az én motoromat, mert azt ellopták. A garázsba mentél le? Ha. Ja, akkor szavolt, hogy... Azért kalács, hogy nem? Hogy kevered ezt a diablozi rendőrre? Hát, nem ezt szavoltam tőle. Mondjuk erős. Áj, amúgy pont ezen gondolkodom én is, Dragon, hogy egy Fallen sorci lakó vagyok, aki fellázad a Fallen ellen is követeli, az egyiket adják ki neki. Nem tudom, miért tetszik ez az autó, ez egy kibaszott menő autó amúgy. Nagyon menő ez a kocsi szerintem. Mire vártam, lelések mindenről amúgy. Hú, nagyon sok autó, de nem rendőrök. Jézus, a MSH, köszi szépen! Koaru, Attir és 13. óra volt egy jó ég, Jesus, mehetnék is a Falcon Hypercek chat. Pörgessük meg, gyerünk. Úristen, iszok az be egy kis vizet, mert teljesen ki vagyok száradva. Á, de jól esett. Futam már a számláid, nincs sok.
Meg hát most befizetem őket, értétek. Pénz sincs, hát persze. Tényleg van itt kettő önkormányzatosod sétál, rengeteg pd-s. Uh-huh. Az a baj, egyszer indulok le a pd-sekkel, akkor esélytelen lesz hamarabb odaérnem, szóval az egy nagy baj. Gondolkodok, mi lenne jó. Esetlegesen? Nem jut eszembe semmi jó. Fuuu. Volt olyan is ezek, persze. De Billy sose fizetett számlát. Szerintem Billyvel a 8 hónapnyi billizésem alatt szerintem összesen 4-szer fizettem számlát. Dani fizeti meg, körünk közmunkára megy. Most mi zajlik? Mindenki afkol itt? Vagy most mi van? Mindenki megállt egy helybe. 13, mi a 14 milliónk van. De hát most akkor mennyink van igazából most. Pénz, ezt nem érték már nagyon. Na, fel is dobtad, Dunakeszi McDonald's-ba keresnek munkatársakat. Akartok jelentkezni chat? Volt már 16 millió is? Hát volt, pont ezért, hogy most folyamatosztogatjuk, meg kaszinózunk, meg ilyenek, értitek? Hát nyilván most ennyinél már tök mindegy, hogy mennyink van igazából, mindenkinek megvan mindene. Mindenkinek csak azért meg tudtunk venni, amit szerettünk volna. De random felrakom 2 milliót kasszíra, látjátok, hogy mennyi értéke van köbben. De akarsz? Én már dolgoztam meg ki be életemben, és soha többet nem akarok ott dolgozni. Az kritikus, kritikus. Én nem akarom itt rontani emekinek az izéjét, promotálását, de én nem dolgoznék újra meg ki be, az is biztos se tényleg helyetek be. Az doffal nem. Mi volt rossz benne? Jó, igen, konyhán dolgoztam alapvetően. Hát az, hogy kibaszott meleg van, most gondoljuk, hogy nyáron 60 fok van kint, nem annyi nyilván, hanem 30 vagy 35, most a konyhán vagytok és nincs klíma, akkor ott inkább ilyen 40-45, és akkor úgy dolgozzatok, hát nem tudom. Hány napos a fallen? Nem tudom, én nagyon utáltam, de úgy lehetem annyira rossz. Még alapban nem segített, hogy szerintem csak lengyelekkel voltam. Csá, Dominik! Mi történik? Na, szállják ki. Nyugodtan számlázol az út. Ezek a rendőrök nem úgy tűnik, mint akik kihallgatnak bárkit is, nem? Ki vagy te itt? Szóljál Finnnek, hát leszarom. Jó. Kiegetsz, tényleg el. Nem fogom magam lelövetni, el ne képzeld meg. Hát amúgy Dominik pedig tök jól elkaptál. Nem, az volt a baj, hogy visszamentetek a metróba, mert fel kellett volna hajtani PD-re amúgy. Mert amúgy az a baj, ott nem tudta a rendőr, aki vitt engem, van egy csomó kiút amúgy a nézőben a metróból. Vitt tovább. Most jó, hát figyelj, kiszállok, azt megnézzük, mi van. Hát jó. Benézünk ide, chat, benézünk ide. Itt van szerintetek bármi, ez zárva. Ez is zárva. Shit. Hát minden a rendőr van. Nem annyira jó. Új Kari vagy mi? Igen, ő itt Big King.
Mi zajlik a PZ-re, hogy konkrétan random behajtanak, és szétedik egymás autóját. Mi a gyász történik? Besétálunk ide, megnézzük, mit tudunk. Tudjátok, mit kéne, hogy helivel felmenni a rendőrség tetejére? Az mindig működik. Az a baj, nem tudom, hogy fel lehet máshol most menni van a rendőrség tetejére? Csak helivel. Ötletem sincs, az a baj. Alfonza vadőr, amúgy az is jó név. Lehet azt alkalmazok inkább. Na basszak, minden zárva van amúgy. Szeazati csőcső! Alfonza vadőr az még elég komoly. Nem láthatok senkit kijönni? Ha? Bárki? Nem. Nem láttam. Nem lopott ajándék. Megkérdeztem, hogy megkaphatom-e ajándékba, és azt mondta, hogy igen. És leestem vele egyből, és elvitték. Tiszteletségességem. Üdvözlet. Értem. Szeret. Uram, tiszteltem, Fallensorsz vadőre vagyok. Jelentették, igen, hogy bűnözőket találtak, akik oda tartoznak. És hát van egy különleges szankcionálási rendszerünk rájuk. Ledobjuk olyan egy hídról. Az uram, önbíráskodás. Uram, abban az államban ott nincs rendvédelem. Állam. Uram, igen. Hát az állam, az állam, nem sokat. Szendi Sors, nem? Hallani Sors, ura. Hoppá, majdnem. Még egyszer van egy tessék biztonságos úr. Mondom, az az állam állítólag holnaptól megszűnik. Igen? Tudja. Na majd én intézkedem, hogy ne. Mi? Hát... Mert olyat tettek. Miért? Például kirabolták a Nemzeti Bankot. Ajjaj. Én szavazok, hogy ne. Hogy maradjon. Na erre mondom, mit mond? Hát tudom, én csak egy vadőr vagyok ott, de az egyetlen ok, hogy egyetlen út, hogy megszűnjön, azt hiszem a vezető kiiktatása. Hát ez így igaz. De amúgy nem. Micsoda még? Hát... Főügyész majd ott eltörli a papírokat, aztán... Hát tudom, az a baj, ez nem így működik, a politika, meg a jogok, ez nem így működik, írnak egy papírt, az azt mondják mégse. De? Igen? Így működik a törvény? Írnak egy papírt, az azt mondják mégse, széttépik? Így igaz. Hát akkor lehet a főügyészek újra át kéne nézni itt az izét dolgokat, nem? Pontosan. Amint főügyészsel kell beszélni. A jogokat. Lehet nem tudja őket. Hát ő eléggé nem. Mondjuk lényeg, azért te ide, akkor vannak itt rossz fiúk, akik onnan származnak? Itt nálunk már nincsenek. Itt abbassza meg. Átlett már szállítva. Ó. Akkor nem itt büntetem meg őket. Na mindegy, nem, akkor. Nem. Köszönöm szépen az információt. Viszlát. Viszlát, uram. Én is mindig magáról. Nem jöhet, uram, bárki is legyen maga. Biztos. Pedig biztos. Én arra szavazok, hogy maradjon az állam. Örülök neki, uram. Melyik az önkocsi? Ez itt. Ez? Ebből jól nézik. Visszárt, uram. Visszárt. De hogy fog megszűnni holnap, chat? Nem így működik ez, hogy izé... Azt mondják, hogy megszűrik, azt megszűrünk. Ki van ez játszó, nyugi? Meg egy sokkal hosszabb RPC van erre kitalálva. Tudom, hogy meg fog szűnni, mert... Alapból nem egy hosszú távú dolog. De nem így lesz megszüntetve, hogy majd akkor ha széttépik a papírt, az megszűnik, mert nem így működik. Most jött ide kettő arc Step Cityhez, visszahoztak egy motort. Igen? Mi a rendszámban? Elvileg már kiszállították, amúgy valaki figyelte a nemzetit? Bassza meg! Én eddig ott voltam, most jöttem el onnan. Azt nem volt ott senki? Nem. De még már átszállították őket. Még az érdekes akkor. Miért nem csörög a telefonom amúgy? Rendszáma, Davy. Joey.
Nem csörög a telefonom, hogy meg... Ja, mert újra raktam a 5M-et. Oh, I know. Meg is van, miért nem csörög. Ez kicsoda, kik hívogattak engem? VTF. Hát jó, akkor... Szevasz, Danci a bányászó, mi a helyzet, bátya? Tiszteltem, jó napot! Üdvözlöm. Emlékszik, amikor beszéltünk itt az önkormányzatról, hogy papírokat írjak róluk? Aha. Benne vagyok. Megírok bármilyen papírt róluk. De igaz is az, vagy csak így random írogat papírt? De, igazat írok. Na, de, írjon. De cserébe, akkor jó, bezáratják a helyet, mert ilyeneket mondanak, hogy ők széttépik a papírunkat, hogy nekünk van egy államunk, és akkor nem lesz államunk. De nincsenek tisztában a törvényekkel. Hát azt mondták, hogy valami ismét, igen. Azt mondták, hogy annyi az államú megszüntetése, hogy ketté tévig a papírt. De mondom, ne haragudjanak már, mert benne van az állam törvénykönyvében, csak akkor lesz vége az államnak, ha meghal az államfő. Hát vagy éppen szétbokszolják a fejét. Ez ki? A telefon mekkora szar amúgy. Kritikus. Haló. Haló? Haló? Szép napot, Tony, Brian a Parulyaktól. Szép napot, igen? Figyelj, már az a helyzet, hogy vágod ez a nemzetis átengedős dolog. Aha. Figyelj, már nem kéne pénz az úgy nektek, jó, hogy adtok 100 tárat, érte? Hát a fasz se tudja, azt sem tudom, mit hoztunk ki belőle, mert most még próbáljuk kiszabadítani a barátainkat. Geci, annyira rossz. Hogy lehet az, hogy valakivel telefonálok, az közben mással beszélgetek, a faszabad ki van? Bocsánat. Mindegy. Mindegy. Nyugi. Én felhívott minket, azt mondta, hogy mindenki jött. Igen? Hát én nem vagyok benne biztos, mert eredetileg mindenki kijött, csak aztán visszajöttek ezek az idióták, az elkapták őket. Ó, baszki. Kell még segítség, hogy valami. Ja, nem, már nem tudom, mi van, hogy őszítelek, hogy elengedtük, de majd átszalogatjuk ma, azt max megnézzük, mennyi jött ki belőle, azt adunk tárat, max jó. Oké, úgy jó lesz, köszönöm. Max legkésőbb volna vadok valami infót, hogy mi van, azt nem tudom, nagyon sürgős a tár. Nagyon jó, így minket keres, mert Bax nem nagyon van városban mostanisán. Jó, sima. Oké, csőcső. Vissza öltözik az öreg Dani. Nem 82 volt a hajam amúgy. Szerintem a nemzetibe nem hozták őket, mert a börtönőrök itt szotyiznek a börtön előtt. Szevasz! Halló, Habi, hallod, az a bérem folyt, mit csináltál? Nem tudsz beszélni a telefonba, tudod, a mikrofonba kell. Nem, csak hívtak, a szar a telefon, az lerakódott. Na fasza, na, hol találkozunk, érdekel? Jó, de akkor cserébe meg kell szüntetnedek őket, mert nem szüntetedik meg az államomat. Egyetlen ember szünteteti meg az államomat, az te leszel, de másra nem fogadom el. Ha jó, akkor megszüntetlek téged is, meg őket. De engem még nem, az úgy még nem játszik. Na figyelj! Nem szüntet meg őket. Na figyelj, gyere a Puszérfaluba. Jövök. Jó. Azon nem tudok írni. Azon nem tudsz. Akkor hát, viszek írást, tudod, azt de várjál, nem, izé, kell nekem az emberem, aki tud írni, csak börtönben van szerintem. Hát azt mondták egyébként, hogy azért tépik szét a papírt, majd nemzetit rablunk. De nem értem, ezek fogyatékosok? Tehát attól, hogy egy állam tagja vagy, miért kéne legális legyél? Nem tudom. Államot, és főleg, hogy nem is a saját államunkba raboltunk, hanem átmentünk be az egy Los Santosba, az ott kiraboltunk egy bankot, akarnak miközben a faszom államomhoz? Nem okosak. Te arra állítanának ki papírt, hogy egy köcsög vagy, meg egy szarrágó, ganajtúró patkány, azt el is inném, érted? Az teljesen oké. Ja, Donival beszélek, Donival. Royal üzenje, hogy szopjad rá a faszát. De ő meg szopja le az én faszom. Köcsög. Büdös köcsög, ezt jó, akkor majd este még kicsit később a kadópapír, csak még kell az ember amúgy majd, aki megírja nekem. Hát fia, az is jó, hogy itt állod. Hát az a baj, még pontosítom kell magamban is, hogy miket tudok, meg itt összejönk az embereim, mert nem minden csak én ja, tudok. Ja, hát nehogy addig izé legyen ám, ilyen kis összeesküvés. Nehogy lesz összeesküvés elmélet, de hogy nem. Aha, és mikor? Hát nem tudom, szerintem én 11? Óra múlva? Egy óra múlva? Ja, az jó. Jó. Itt a Pucérfalu. Viszal? Viszha! Remélem nem felejtik el feljönni. Ez a főügyész száma.
Yuri a Bohóc? Legnagyobb karakter volt. Meg ezt jól elhúzódott az RP amúgy. Rendes, kifáradtam benne amúgy. Melyik szaron játszunk? NF-en vagyunk. Felkérte szerver. Kell nagy kali NF-re? Szerintem úgy nagyon dobna amúgy. Én nagyon adnám a nagy kalibert. Most egy baj van. A csapat fele börtönben. Szóval lehet csak kicsit később jó. Ciao. Hello. Ez én állam a vacsi, amit akarok. Az igaz. Na okay. Látjátok. Ú, nagyon volt ez a verda. Ugye? Jók lehetek, cső. Kalóz, fraki, mit menne? Ezt mi ízén mentek a tengerre, az ráááá, meg féljen falábbal? Vagy mi az elképzelés? Nagyon jók a videóid, köszönöm szépen! Nagyon kedves vagy. Így is lesz face to face? Hogy ne, kéne durrantani egy-két gémet, nem? Egy-két face to face azért belefér itt. Óóó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 
rendelni valamit, mert elfelejtettem már, ezt be kéne durrantani vízbe. De se hagyd abba se a Dominik. Na, ne vassz föl! Főnök hívtak téged az oktopuszosok? Ja. Ja. És mi legyen, a tárat kapják meg, vagy a pénzt? Mondtam nekik, hogy holnapra majd megkapják a tárakat, csak hagyd számoljuk át, mennyit buktunk meg ilyenek. Szóval elteszem magam holnapra, mert ki vagyok az élettől. Remek. Hát sajnálom, hogy nem bírtuk kiszabadítani többieket, de engem megpróbáltuk. Jók lehetek, majd 11 körül jövök vissza. Jó, jó pihenést. Hello. Csá.